uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Szevasztok, jó reggelt! Egy perc múlva lesz 4:45, egy gyönyörű kedv van. Jaj, Istenem, eszé! Sziasztok, jó reggelt! Ez itt a Morning Show. Egyelőre Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, de majd később csatlakozik hozzánk még egy műsorvezető társunk is. Persze, exkluzív jelleggel. Igen, meg holnap meg már jönnek vissza. Egy hetes kis pihenés után Balázsék is természetesen, és akkor minden visszaáll a régi kerékvágásába. Bár én egy picit sajnálni fogom, hogy nem adogatják itt a stafétabotot többen, úgyhogy meg javasolni is fogom, hogy négyen legyünk, inkább ne hárman a műsorra. Én nagyon élveztem ezt az egy hetet, tök jó volt, hogy mindig mással oszthattuk az észt, meg az igét, meg okoskodhatunk, meg viccelődhetünk, hogy ez tök jó volt. Sokan várják még Kozsút például. Ó, persze, őt várhatjátok egyébként jó hosszan. Beugró ember. Persze, majd talán ő is, majd, hiszen a lista, ő is rajta, már csak az a lista az nagyon hosszú. Igen, hát és mire a végére, addig nagyon sok szabadságra kell elmenni. Így van, de sok sikert kívánunk neki. 2048-ban várhatjuk őt. Na, mit szólsz ez a gyönyörű szép idő, ez Ferencem? Ősz van, szeptember, ilyenkor igen, esik az eső. Mind. Amikor én fölkeltem 5 óra előtt, akkor olyan embertelen dobolás szólt a háztetőkön, hogy el se hittem, hogy mi van. Aztán kinéztem, és akkor kiderült, hogy esik, de nem kicsit, legalábbis nálunk a 13. kerületben. Mire elindultam, addigra megállt, úgyhogy most nem tudom, mi van, szerintem tovább vonult a vihar. Esni kell, hát hadd essem. Hát ennyi. Én megmondom őszintén, hogy egy szerencsés embernek mondhatom magam, hiszen napok óta tesztelem a téli futócipőmet, aminek van egy olyan jó tulajdonsága, hogy vízálló. Ezt kifejezetten azért vásároltam, hogy télen is majd hóba, fagyba, a vízbe, talán egy kis kamáslival kiegészítve, akár még ilyen térdig vízhatlanná teltem a lábamat, és hát reggel mi történt velem? Hát, annyira jó érzés volt tudni, hogy most ebbe a csapdába nem estem bele, hogy egy kis könnyű nyári cipőben, vagy egy átmeneti ősziben indultam el otthonra. Úgy beléptem egy ilyen kb. Egy ilyen 6 cm mély tócsába, ahogy illik. De befolyt? És azért nem, hát mert jól vizsgázott a kis cipellőm, nem, de azért volt néhány másodperc, amíg így tudod, hogy vársz, hogy vajon magasabb volt a tócsa, mint a cipőnek a szára, vajon, és nem! Igen, Franco! Száraz a lábam. Mert azért mondjuk így hozzáteszem, hogy 5 órakor vizes cipővel, vizes zoknival elindulni a munkahelyedre, úgy, hogy tudod, hogy bent nincsen váltáscipőt, hát azért. Váltás zokni sem, még radiátor sem megy, meg se tudod szárítani, hát pedig itt elüldögéltél volna, és párologtak volna az okniait de a radiátor áll az ablakon. Úgyhogy ez van, nem tudjuk meddig tart, nem tudom, mit mond az időjárás jelentés. Azt mondja az időjárás jelentés, hogy ma kifejezetten várható többfelé az országon eső, aztán a hét következő felében meg majd szorványosan várható, de azért a napocskát is látjuk még majd. Szerintem, hogy ez tök jó lesz. Úgyhogy ennyit az időjárásról, meg egyébként is úgyse tudunk vele mit csinálni. Tehát körülbelül ennyi helyzet, de az a közlekedést már megbojdította a dolog, persze nem biztos, hogy feltétlenül ez, de van már balesetünk M3 Nyíregyháza felé a Babati pihenőnél autó felborulva, és van egy reggel 4 órás jelentésünk, úgyhogy ez nem biztos, hogy még megvan, az M1-es 90-es kilométerénél baleset, az összetört autó elfoglalja a szélsősávot, és fékezni sem könnyű a sok víz miatt, hogy melyik irányba, azt egyelőre nem tudjuk, de ott még láttok valamit, akkor írjátok meg a 0676450000-as telefonszámra. Azért jött egyébként kicsit villámcsapásként ez az eső, mert tegnap még beket mentem a városba este, és mondom, kerékpárral megyek. Este 8-kor volt még egy találkozom, úgyhogy bringára pattantam, betekertem, és annyira jó idő volt. Arra számítottam egyébként, hogy itt a Király utcában van egy udvar, ami tele van most ilyen mindenféle kávézókkal, kocsmákkal, akármicsodákkal, ott kell találkoznom, hogy nyilván nem lesz senki, hétfő este van. Hát ezt el nem tudjátok képzelni, hogy mi van a városban hétfő este 8-kor. El nem tudod képzelni. Mindenütt emberek, de mindenütt, minden csurik tele, mindenki beszélget, mindenki trendi, mindenki aranyos és mindenki jókedvű. Egyedül én toltam ott, kicsit szállalmas a bringávat, mondom, nem hajtok már keresztül a népen. Úgyhogy tök érdekes volt, nagyon jó volt az idő még tegnap este, és akkor mondom, hogy így nem akartam elhinni. Tehát olyan külföldi áradat van például a belvárosban, hogy két, tehát lehet, hogy letaszítottuk Prágát a trónjáról, amiről már beszéltünk, ugye, hogy a turisztikai szempontból őket nagyon szeretik, és akkor most meg mi itt egyszerűen itt vagyunk. Hát épességgel nem lenne rossz. Egyébként nem. Kicsit összébb kéne húzni a várost, ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy Prágát azért szeretik annyira, mert ott nagyon közel egy ilyen kupacban vannak a látnivalók, nálunk meg többet kell sétálni. Én nem tudom, hétvégén voltam fönt a várban, ott is nagyon sok külföldi volt, meg ez a tegnap este, ezt nem akartam elhinni. Annyira, annyira
annyira el akarok már menni. Hova? Majd egy kicsit a várban megint, mert ugye azt... Most nem ennyi. Miért? Mert fő van bontva az egész. Hát így gyalog mindenhova eljutok. Az is igaz. Kedvenc krémesező helyemre is, amit ugye annának köszönhetek, mert hogy egyébként a várban lehet enni Budapest legjobb krémesét. Egy kis utcában. Ami abba a térbe torkollik, ahol a Mátyás templom is található egyébként, a nagy boldogasszák. Csak én mondjam, hogy ne csináljunk nekik különösebb reklámot, de egyébként a budaiak mind tudják, hogy ott van a legjobb krémes. Úgyhogy ez van. Egyébként meg azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ezen a héten egy olyan kis kezdeményezés van, aminek pont az a lényege, hogy amennyire csak teheted, akkor tedd le az autódat, meg próbálj meg tömegközlekedni, meg egyébként alternatív módszereket választani, de hát ugye az idő azért nem annyira kedvez ennek a dolognak. De akkor én tegnap csatlakoztam ez a közlekedés, vagy kezdeményezés, ez hogy bringával, igen, nem? Igen, de te egyébként alapból az év többi napján is sokszor csatlakozol, úgyhogy én tökre örülök neki, hogy nem csak ilyen kampány jelleggel, hanem egyébként amúgy is magadat is rengeteget tekersz. Mennyit tekertél ebben az évben? Nem számolgat? Az órába benne van? Az óra nem hazudik. Ki kell belőle csalni. Én azt nagyon szerettem ezt a részét, de szerintem ilyen dolog, amikor ezt így deklaráltam, valaki azt mondja, hogy van egy hét a közösségi közlekedésé, ugye jó mondom, biztos ez a fedőneve a dolognak, hogy van egy ilyen hét, és akkor ahhoz csatlakozol, szerintem ez mindig jó fej dolog, meg ha így rá még berán néhány embert ebbe a dologba, az mindig szimpatikus. Tehát, hogy egyébként is jó bringázni, biztos egyébként is jó néha letenni a kocsit és gyalogolni, de ha ezt ilyen kihirdetve teszed meg, akkor az hello, akkor az még inkább jobb. Na mi van? Meg hát ugye a sport azért az egy jó dolog, mert szép itt formás, a többi itt van például Győzike esete, aki... Olvastad? Hát igen, aki a PSB-t, nem tudom, hogy ismered, de ez egy hát annyira újnak nem mondható ilyen fitness testformáló módszer, ez a PSB, ez a Photoshop Body. Őzi? Photoshop a Body. Volt ez a ilyen gladiátoros ilyen kis sorozat róla, és megdöbbenéssel tapasztaltam azt, amikor egészen ezeket a képeket, hogy tényleg formálódott, tehát látszik rajta az a horribilis mennyiség munka, amit ő beletett az ő testébe. Aztán most láttam egy ilyen tévéfelvetésre, amit látszott, azért, igen, hogy azért annyit nem változott, de az újságban azt olvastam, hogy hát és ezért azért szólnék nektek, hogy nagyon figyeljetek oda, hogy mit, hogy eztek, meg mit csináltok, mert hogy ő feláldozta a testoltáron a nemzés képességét, mert hogy elviekben, az újságcikk szerint mondom, hát ugye bulvárról van szó, lehet, hogy el kell osztani kettővel, feláldozta ugye a nemzőképességét, és ő képtelen arra most már, hogy gyereket csináljon. És amikor elolvastam a cikket, arra gondoltam, hogy mennyire örülhet neki a személyi edzője, amikor azt olvassa, hogy a védence, a tanítványa, az ő mentorátja azt mondja, hogy ez azoknak a gyógyszereknek a hatása, amiket neki be kellett szedni azért, hogy slankoljon. És ezt ott állt a személyi edző, és mondta, hogy ezeket szedd be. Rohadtul nem, biztos vagyok benne, hogy nem. Hát, nyilván, formás, ha mondta neki, hogy kicsit így figyeljen a táplálkozására, pattintsa ki a szénhidrátokat belőle, meg kicsit több fehérjét fogyasszon, meg mondjuk este 10 után egy ilyen csülköt, meg esetleg valamilyen táplálék kiegészítő, nyilvánvaló, hogy legális táplálék kiegészítőket belediktált, akkor azt mondom, hogy ez így rendben van. Nyilván ennél azért szofisztikáltabb a dolog, meg hogy meg mégiscsak valószínűleg egy profival dolgozhat együtt, de hogy neki nem kellett semmiféle olyan valamilyen szteroidot, vagy bármiféle olyan tiltott anyagot beszedni, egy gyógyszert azért, hogy ő szebb legyen, hát itt erre leteszem a nagy esküt. Biztos hát, vagyok benne. Kering, ezeket interneten lehet rendelni, van ilyen ismerősöm, aki szed ilyen gyógyszereket, ami ugye nem legális, hanem mindenféle helyről be lehet ezeket szerezni. Hát lehet, hogy jó, de az a közös ismerősünk az én nem mondtam, hogy közös, nekem egy másik ismerősöm. Ja, igen, tudom. Egy egész akkor másik. Nem is tudom, hogy kire gondolsz. Egész másik ismerősöm. Na mindegy, de ő mondjuk tényleg. Csinálja. Ő mondjuk tényleg. Mert hogy neki viszonylag magas az IQ-ja, érted? Hát lehet, hogy az hiányzik ehhez is. Tehát rajta tényleg látszik, meg tényleg hatott. De ezekkel ugye az a baj, hogy ha ész nélkül csinálod, mint ahogy lehet, hogy Győzike is csinálta, akkor ennek van egy ilyen következménye. Igen. Ráadásul most kiveteti a bordáit, én meg ezt olvasom. Na, jaj, hát ez tényleg, basszus, majdnem elmentünk a legfontosabb információ mellett. Az utolsó ember, akiről tudom, hogy kivette a lengőbordáit, ez valami Barbie hasonmás ukrán lány. Igen, mondjuk, de ez egy lány volt. Igen, de hogy lány, és a másik is, akire emlékszem, az talán várjál, talán Gina Lollobrigida volt, mert hogy neki volt ilyen nagyon-nagyon kis keskeny dereka, de az lehet, hogy csak pletyka volt. Feri, mikor vetted ki a lengőbordáit? És soha az életben, nekem szükség, én szeretem a lengőbordáimat, nekem arra szükségem van, hogy azon kezdtem meg gondolkozni, hogy mi lesz a Győzikéből, hogyha kiveszik a bordáját.
Hát egy homokóra. Ugye? Ugye, hogy milyen szép lesz, mert hogy a férfi csípő az ettől nem fog összemenni. Egy nőnél nem, hát, az nagyon persze. Jól áll, hogy két duda, vékony, lengőborda nélküli derék és jó csípő. Érted? Ez jó néz ki. Na de hogyha győzik, én tessék már elképzelni úgy, hogy a hasára kötünk egy spanifert és nagyon erősen meghúzzuk. Tehát most akkor ez lesz. És úgy hagyjuk. És úgy hagyjuk, mert lengőborda után körülbelül így fog kinézni. Tehát most nem lesz valami show műsorra neki? Valami lesz egyébként. Nem, ne, ez nem annak a promóció? Jója, és mi beszálltunk az, ahogy beszélünk róla. Tehát nem beteg, áll a kukszi, működik, és lesz lengő bordája, csupán ezeket bedobták. Hát addig, amíg erről beszéltünk, csak úgy, hogy nem említetted meg, hogy esetleg lesz neki valami, addig nem reklámoztunk. Most már de igen, most hogy már igen. Ne haragudj, bocs. Ha majd kiszámlázunk. Nem fontos tévének. Egyébként nézni. Én is például tegnap úgy, hogy voltam vele este felé, hogy nem mondom, nem tudom kihagyni a kasszasot, aztán mégis ki. Aztán rájött, hogy nem fontos ezt neked nézni. Milyen zenénk van így a kora reggeli órára, ugye az elmúlt egy hétben, amíg Balázs nem volt, Jani mindig hozott nekünk valami rock, avagy metal bahajozó muzsikát, nem voltak nagyon durva dolgok, de majd ma most egy picit, igen, olyan nagyon-nagyon nagy durvulatra nem lehet számítani, tehát akármennyire is szeretnék Dimmu Borgirt, Slipknotot, vagy éppen Slayert nyomni a Class FM-en, hát ugye azért az állásomat mégsem kockáztatom, hiszen családfenntartó vagyok, de azért egy kis metalkorral be fogunk itt újítani, hát egy darabig semmi más rockot nem lehet majd hallani, mert ugye érkezik vissza Balázs, és ilyenkor mindig szünetel a rock rovatunk, de szerintem ez méltó búcsúztatása lesz az elmúlt egy hétnek, egy amerikai bandáról van szó. Egyébként egy Massachusetts-i kis gyönyörűségről. Én nagyon kedvelem őket, remélem, hogy ti is fogjátok, hanem hát annyi baj legyen. Egy perc múlva lesz fél hét. Ásáf Ávidán új felvételét hallhattátok. Én, hogy megváltozott a hangja, pont ezt akartam mondani, hogy milyen érdekesen Ásáf, hogy bereket. A gitárosoknak viszont minden elismerésem, mert ott azért nagyon komoly teljesítmény volt, énekben is. De hát én már kizárnám az iskolámból, ha így énekel. Ja, egyébként a morcosabb, meg a dallamosabb részt is természetesen ugyanaz az ember énekelte. Ugye, kik voltak még egyszer, ha érdeklődés? All That Remains. Azaz. A bandának a neve, és egyébként nyilván, hogyha mondjuk egy például, ha az énekes mondjuk egy magyarországi középiskolában tanítanak, akkor már így kirúgták volna ezt a teljesítményért, hogyha az X-Faktor beztatta volna el. No, kérem szépen, elmegyünk egy kicsit és meghallgatjuk a híreket, mert ugye elmenni jó, szokták volt mondani, utána viszont játszani fogunk. Egy mi a baj, Zsüli, te nem szoktál kimenni innen a stúdióból, én erre gondoltam, hogy aztán visszatérhessünk, és fekete-fehér igennemet játszhassunk. 1-0 jelen pillanatban az állás, én játszottam tegnap, sőt egy kétkarikás játékot is letoltunk, mert ugye az első körben gyorsan belefutott játékosunk egy tiltott szóba, de adtunk egy új lehetőséget, ez ma már nem fog előfordulni, viszont jelentkezni lehet 0676450000 a számunk. Ez itt a Morning Show. 5 percen múlt el 3:47. Jani, Feri és a takarító néni, aki Anna. Mi van szívem? Azt kérték, hogy tisztítsak monitort, mert hogy a kolléga úr nem lát. Istenem. Hát ezt kérték. Gyönyörű. Konkrétan ránéztünk Zsülnek a laptopjára, és olyan, mint egy Jonas TV. Komolyan. De amit 1961-ben letettek a helyére, és azóta nem takarították. Nem baj az. Színes. Milyen érdekes. Látod, nem fekete fehér. Köszönjük, Anna. És a porszívózni majd a hírek alatt, jó? Hey, köszönjük szépen. Istenem, de gyönyörű. M3-as kifelé a 33-as kilométernél az út mellett fejreállt autó, nem okoz semmi fennakadást, ha csak nem kezdenek bámészkodni a katasztrófa turisták. Tamás írta, nyilván elkezdenek majd. Épp most vitték el az M1-ről a törött vasat a 91-es kilométerről. Ma reggel is a vonatok maradtak ki, és késnek el az emberek a munkából és a gyermekem iskolából a Veresegyházi vonalon, hajrá MÁV. Ezt Zolitól kaptuk. M1-es Budapest felé a 15-16-os kilométer között a leálló sávban. Egy elütött vaddisznó fekszik. Gróf, szegény. 143-as Kavicsnál kamion beugrott az árokba Hegyes felé, hatósága leállóban, torlódás még nincs, ez pedig Zsolesz írta nekünk. M0, M6 felé a Sziget-Szent Miklósi lehajtó előtt pár ügyes emberke kereket cserél a gyors sávban. Nem hiszem el. Mikor lesz az ország hülye álló? De tényleg. Hát. Nehéz. Hogy én értem a defektet, meg azt is, hogy ki kell cserélni, de told le azt a vasat onnan, a belső sávba állsz, mert ugye az a gyors, haver a jól írta, és így értette, hogy az a belső sáv.
Tudom, hogy nincs leállósáv, de legalább a külsőben, mert ott még egy picit a fűre letolod. Egyébként, de Feri, annyira unalmas dolog, és ilyen kényszeredes, egyáltalán nem szórakoztató dolog a kerékcseré, így legalább megvan egy kis iszmat. Azt mondjuk te. Igaz. Anna, nem már. Hát. Na, takaríts le, azt is. Egy-kettő? Hát, használod a számítógépet, ide jön a nő, lefújja és letörli. Lesz, olyan gyönyörű lesz, nem hagyhatlak. Te kényszeres éve. Vagy? Szűzjegybe születtem, kicsit tisztaságmániás vagyok. Ezt be kell valljam. Igen, szeretem a rendet. Igaz, Jani? De hát akkor... szereted, vagy nem szereted, ez most így szeretem, egy igazából mellékes. Viszont van még két nagyon fontos információ. Az egyik kedves hallgatónk, sőt több is jelezte nekünk, hogy győzik a lengőborle kivetetésével, igazából egy tornamutatványra készül, hiszen eddig nem tudta az saját ölébe hajtani a fejét. És ezentől pedig... csinálni? Igen, tehát hogy ez egy kifejezett művészet, ugye kicsit akinek mereve a dereka, meg a kor előre haladtával, hogyha esetleg az ilyen jellegű tornamutatványok okoznak neki örömet, akkor ez is megléphető lesz, illetve van egy másik, Petya 974 hívta fel a figyelmünket arra, hogy nagyon jó, hogy befejezzük a rockzenei rovatot, hiszen vezető hír, hogy rengeteg birka pusztult el már az Entrex-től. Beteg. Nézzük, hogy kivel játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató, és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. András, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, honnan hívsz bennünket és miért vagy fönt ilyen korán? Sárvától 10 km egészére hívlak titeket. Jaj, de szép hely. Sárvár? Így van. Sárvár és környéke. És környéke is. Uh-huh. És mi a korai kelés oka? Hát a korai kelés oka, hogy megszületett a pici lányom. Gratulálunk. Mennyi idős? Ja. Na, hát még nem mondhatom. És hogy hívják? Laura. Laura. Hány centi, hány gram? 41 centi, 3958 gram. Csuda szép gyerek. És ez mosajnapban született. Így van. Aha. De jó, gratulálunk. Mások ilyenkor elmennek inni valamit a barátaikkal, tejfakasztás címszóval, te megjelentkeztél a játékra. Így van, hát mondom, hibáztatom majd maximum utána, hogyha sikerül valamit nyerni. Aha, jó, András, kivel szeretnél játszani? Hát mondjuk Feri, veled szeretnék. Kiváló. Hát kiváló. Ó, őrületesen. Jaj, de jó. Bődületes hülyeség ez, hogy engem választottál. Tegnap is én játszottam. Na jól van, nem baj az, András. Újszülött apukával, szívesen már, hogy nem te vagy újszülött, hanem a gyerek. Na, keresem az appot, azt mondja, hogy meg is van. Féljetes srácok, hogyha felkészültetek, akkor... Én nem készültem fel. Na, akkor most mit csinálsz? Hát akkor indítom. Vizé, akkor ez aha, van. Jó. Mint annál a takarítás érted. Szereti, nem szereti. 3, 2, 1, fire! András, anyuka jól van? Szülés után? Jól van, igen. Köszönöm szépen. Kétszer mondtad ki az egyik tiltott szót, a harmadik másodpercben. Miért tetted ezt te? Hát sajnos ez van, elbuktam. Jaj, András. Van mentséged? Van, nyilván. Hát a gyerek, miért így izgatott vagyok. Na. Sok boldogságot kívánunk neked. Szerintem csak az ital jöhet szóba most már, de nem most, majd este menjetek el a haverokkal. Egy sört azért gurítsatok le. Jó, sok boldogságot. Csoda szép lesz az élet a kis csajszival. Így van. De jó, köszönjük, szevasz. Jaló. 4 perc múlva lesz 7 óra, nem volt hosszú, de annál jobb a kérdés. Ennyi, ha én ki akarok írni valakit, akkor azt meg is tettem. Teszem 2-0 ebben a hétben az állás, vagy ezen a héten az állás, holnaptól pedig akkor 3 napon keresztül a Balázs. Hát, így van, és beszél is majd. A következő órában jön az újabb vendégünk, akiről ma sem árultunk el semmit, valamit csepegtessünk, valami infót. Volt már benn nálunk... Humanoid. Volt úgy is, hogy az ő párjával együtt, aki nem lány, érkezett egy fiúval, de nem úgy párja neki, hanem hogy... Ki lesz a vendég, Lakatos már? Adásban. És ja, sportos. Úgy adásban. Ja, sportos. És sportos. Ennyi. A szó átvitt értem. Hát persze, nem jó, úgy. Hely, ne hallgass minket, mert visszafordul. 3 perccel vagyunk most 7 óra előtt, jövünk a hírek után. Jó reggelt, szevasztok, 5 perc múlva lesz, 4:18. A névsor megint nem úgy igaz, ahogy elhangzott. Itt van velünk Szújó Zoli! Hey! Gyerekek, mindig erről álmodik az ember, amikor egyszer először belép a rádió vagy televízió. Hogy kapjon egy műtapsot? Igen, kapcsolni egy...
Köszönöm. Ezen hol lehet halkítani, srácok? Hát sem, a Zsülnek szól. Az a szerkesztő egyébként, a hírszerkesztőknek legendásan hangos, hát a Karolina meg ebben is az első között járt. Igen, mert ő a saját magát figyeli hírszerkesztés közben, tudod, hogyha bármit rosszul mond, nagyon jó kell, hogy föl tudja magát nyomni a főnökénél, hogy elrontottam főnök, érted? Egy ilyen önszabályzó reaktor van beépítve a mi Karolinánkba. Azon ne csodálkozzál, Zoli, hogy a tiéd a legkisebb laptop, illetve hát csak egy kis netbookot kaptál, a kezdők mindig a legrosszabb gépeket kapják, még itt a stúdióban. Jani, behozhatom a labdákat és a kaput, vagy kapukat, vagy megtörlöm a cipőket, a felszerelést. Hozzad légy szíves, igen. Nem szóltunk, hogy ezért jött. Tudom, hol a helyem, gyerekek, hát a nulladikosokat, azokat mindig egy kicsit keményebb. Nagyon aranyos volt a biztonsági őrünk, aki megkérdezte a Lacitól, hogy tényleg a madár lesz a vendége. Tényleg. Szálljatok már erről. Hát ez a mesztelen valóság, az igazat mondom. Mondom, néha meg szokták kérdezni, hogy mikor lesz a következő meccsem. És mit válaszolsz? Hát az, hogy nem vagyok madár, de hasonlóan nagyot tudok ütni, de nem csak viccelek. Megtisztelő. Egyébként két ember tagadja ezt az országban, madár és én. Egyébként feltétlenül van valami hasonlóság, igen, sokan mondják. Én köszönöm szépen a meghívást, sziasztok! Nagyon szívesen, hello! Hello, akkor én megyek is. Ne azért is maradjál. Bocsánat, Balázs hol van? Nyaral. Ez nyaral egy külső-belső takarítás, tisztítás? A belsőről nem tudunk. Ezt a tudomásom szerint csak egyszer próbáltad, de nem esett jól neki. A külső az meg nyilván. Hát konkrétan megalázták férfi mi voltában, nem? Kell az időként. Kell, abszolút. Így, de mutatok neked, mutatok neked mindjárt képet egyébként a Balázs nyaralásáról. Én akarok róla beszélni. Jó, beszéljünk róla, csak nem mondjuk el, hogy hol. Ja, jó. Az egyik újságban. Nyomtatott újságban benne van Balázs, ahogy nyaral? Na most a következő helyzet... Mikor fogunk mi ide jutni? Bármikor elintézem neked. Itt a következő helyzet, hogy ezt nem az újság intézte, hanem vannak olyan jó fej emberek, akik elmennek nyaralni, és észreveszik, hogy van velük egy celebritás. Az olvasó fotóriporter. 10 000 forintért bírta, mondtad? És az benne a rém kellemetlen, illetve hát több kellemetlen dolog van. Egyrészt azt írják erről a testről, hogy hasat eresztett a fiú, hát azért nem tudom, hogy látod, de nem olyan túl nagy. Viszonylag sokat mozgok sportolók közelében, ez azért vállalható. Szerintem ez igen. Vállalható. Szerintem abszolút igen, ugye a fürdőgatyában. Ja, egyet még lapozzál. A hullámok között. És a másik, hogy leírja az olvasó fotóriporter Gábor. Ez a leggázabb. Ez a leggázabb, hogy a Sebestyén Balázs és családja együtt nyaral vele. Nagyon kedves volt, minden nap előre köszön nekem és a feleségemnek. Majd vazáj, ezután lefotózod és beküldöd a fotót, hát mennyire? 10 000-ért. Egy olyan ember, aki ugyanazon a helyen, ugyanabban a szállodában nyaral, ahol egyébként ők is, ami valószínűleg nem két fillér, és utána még ráadásul gyakorlatilag egy hátba is döfi. Miután azt tapasztalt, hogy ez az ember tök előzékeny, tök udvarias és tök jó fejvel. Ja. Öregem, ez... Na, úgyhogy így mennyi ilyen nyaralni. Látod? Így húzom be a hasamat legalább. Hát ne, azt nagyon húz be. Behúzott de... hassal szelte a habokat. Úgyhogy egy kedves Gábor, szégyeld össze magad, meg szégyelje össze magát mindenki, aki 10 000 forintért eladja a lelket. Igen. Nem túl elegáns finoman. Szóval csóválom a fejem, azt nem tudom, hogy lehet rádiósan megtenni, de erőteljesen. Igen. Próbáld meg. És még szerencséje van Gábornak is a lapnak egyébként, hogy a gyerek az háttal van. Igen. Ja. Mert a hobbi igaz is, ő is bekerül. Simán tudom kézzel, hogy volt olyan fotó, és csak még egyszer nem akartak belemenni olyan kellemetlen szituációba, hogy valamiért fizetniük kell. Két fiú sellőszeli a habokat, tehát az egyik behúzott hassal. Hassal, ő az. A szőke fürtök egyébként. Már egyszer látogassunk már ide ebbe a szerkesztőségbe, hogy mekkora hasak vannak. Ja, igen, a behúzott hassal. Na jó, volt egy pár ezelőtt, volt egyébként, tehát erre nyilván Zoli is emlékszik, mert hogy egy nagyszerű sportolóval van szó, még így a nem is tudom, hogy talán a bulvár újságírás hőskorában volt egyszer, hogy Storz Boton meglátogatta az egyik a szerkesztőségét, és megküldött valakit. Igen, megbarátkozott. Illetve ki volt az, aki egy bevásárlóközpont galériájáról ledobta a fényképezőt? Hújber felé volt, ugye? Hújber felé, de most ő már jól van. Hújber múltkor mondta, hogy ő maga Jézus. Ja, és megvilágosodott. Én azt nagyon szeretem, azt a sztorit, komolyan a hújberes történetet. A videokamerásat, vagy a Jézusosat? A Jézusosat. Nekem ez most, hogy ő megvilágosodott, tudja, hogy mi van, merre kell menni előre, és ő tulajdonképpen példakép. Gyerekek, hát ennek
Figyelj, ezzel együtt kell tudni élni. És hogyha ő ezt megteszi, akkor fölnézünk rá. Ez igen, igen. Lassan megérjük itt szektát. Beszéltünk a Balázsról, a Hújberről, veled mi van? Most megy a Forma 1, ilyenkor azért neked van dolga. Javában dübörög, igen, gyakorlatilag minden második hétvégén, vagy hát héten, mert azért ez nem csak egy hétvégi munka, hanem nagyjából kedden, szerdán már elkezdődik az előkészület. Ma csapataink útnak indulnak, Szabó Bicok, Szilárd operatőr és Bobák Robi riporter kollégánk Szingapúr felé veszik az irányt, és aztán... Kicsit, vagy marhára nem hiányzik. Figyelj, hiányzik az ott lét, az utazás viszont nem. Azt megértem. Nézem ezeket a bejövő képeket, tényleg mindenkit, szinte mindenkit ismerek rajta, néha egy picit úgy összeszorul a szívem, de van új feladat, meg van annyi tennivaló, hogy igazából nincs időm ezen agyalni túl sokat, úgyhogy persze, gyakorlatilag hétfő, kedd, szerdától elkezdjük előkészíteni a hétvégi közvetítést, és akkor péntek, szombat, vasárnap ritmusban keressük még a közös hangunkat Gáborral. Még mindig. Már múltkor is ezt mondtad, hogy én azt mondom, hogy most Belgium, Olaszország már mintha egy picit jobban sikerült volna, tudatosabban odafigyeltünk a másikra, össze kéne, hogy álljon ez lassan, de hát dolgozunk sokat rajta. Kérünk hallgatói véleményt, hogy összeállt-e vagy? Nem. Mindig jó a visszajelzés, de nem akarom ennyire tematizálni ezt a ma reggelt. Ja nem, már mi csak érdeklődünk, hogy mi van veled. Úgyhogy köszönöm szépen, elkezdődött az iskola óvoda, még utoljára múlt két hete körbe bicikliztük családilag a Velencei tavat. Képzel, 6 éves a lánya is körbe tekert el. Most az fölült a 20-as biciklire, most új dimenziók, új távlatok nyíltak meg előttük, úgyhogy remélem hallgat minket, mert éppen autóban ülnek, mennek iskolába. Nagyon jó, hát ez 28-29 kilométer. Igen, ráadásul kitérőkkel 32-t. Igen, mert ők nem tudták a rövidebb utat. 27 ti is értitek a GPS. Igen, úgyhogy a negyedik kilométernél volt egy holdpont, hú, mondom, ez korán jött, de akkor egy fagyival sikerült átbillenteni, és aztán gyakorlatilag 25-ig egy muk nélkül ment és élvezte a kirándulást, aztán mondom, figyelj, innen már menjünk végig, mert ott az autó. Aha. Úgyhogy úgy ügyes a másik parton. Igen, mert hogy keskeny a tó, tehát most átlátsz. Látszik egy pillanatra, ja nem. De nem az, de hasonló. Ne, semmi, tegnap még elmentem a párommal egy körre, meg kivettem egy szabadnapot, meg megnyírtam a füvet az eső előtt. Köszönöm szépen. Egy 30 kilométer, hát figyelj, 10 év házasság után már ennek is örülni kell. Meccsre készülsz? Mindenképpen igen, igen, felülésekkel. Milyen meccs? Hát, te látod, hogy rögtön veszi alapot, mert neki beépült a felé, te nem emlékszel rá, úgy látszik. A nagy felkérésre, a nagy invitálásra egy tudod, meccs. Tudod, a gyilkos erejű Sebestyén versus Szújó. Ja, megvan. Ki a király, döntsük el egyszer is mindenkorra. A teniszmérkőzésről van szó, arról soha nem lesz semmi. Azóta nem voltam egyébként teniszezni, de hogyha komolyra fordul, nem csak szájkaratézünk, akkor tisztességesen fölkészülök majd. Ha alig várjuk, hogy ott lehessünk. Mi leszünk a labdaszedő fiúknak. Megtisztelő, gyorsan kell sprintelni. Hát ez. Akkor én nem. Ti a US Open nem néztétek, ugye? Csak a Balázs. De Balázs szó. Feri érintve volt, úgyhogy kintele volt ő. Egy 20-assal sajnos. Igen. De igen. Amit aztán lefaragtunk. Pénzzel, hát 12-re. Igen, visszahoztál belőle 8-at, mert sportfogadásilag annyira jó a Jani, hogy... És a Nadal Djokovicot eltalálta valaki? Hát a Balázs, mert ugye ő alapból a Nadal, én meg alapból a Djokovic. Te is eltaláltad? Persze, csak volt egy csalzabai kettős kötésbe fogadni. És a másikon nem. Mert én úgy fogadok, hogy egyetlen embert ismerek, az a Gyokó, tudod? Tehát de jól csinálod, mindegy, vagy bejön, vagy nem. Így van, én is sportmentalistaként azt gondolom, hogy ő az, aki ebben elő van. De én ezt az egészet nem értem, ezt a 15 semmit, meg én mit kell itt semmizni. Ferének mindegy, Feri Borgra is tenne egyébként. Ha valaki azt mondja most, hogy játszik, nekem, én megvan. Tudjátok, ki jön majd decemberben, vagy januárban, mikor Mikulás. Egyrészt ő, igen, a Tennis Classics-re érkezik majd, Mats Wilander. Hoppá, nekem ő nagy kedvencem volt annak idején. És televíziósként milyen jó. Imádom, hogy elmez, beszél az Eurosporton, egyszerűen mindent elhiszel neki, de tényleg mindent, mert meggyőző tapasztalatból mondja, és imádtam a játékát, úgyhogy ő is jön a Tennis Classics-re. És tudjátok, minden évben van ez, hogy híres teniszező. De benne vagy, hogy így tolod, vagy megkértek? Megkértek, hogy konferáljon fel őket, ami önmagában nagy megtiszteltetés, de amúgy nem. Csak a tájékozottságomat szeretném volna egy kicsit megvillasztani. Egyszerűen megkérdőjelezhetetlen, hogy otthon vagy ebben a sportban is. Mi a következő futam? Szingapúr éjszakai rajti. Is. Igen, és az azért érdekes, mert ugye európai idő szerint élnek a csapatok meg a versenyzők, miközben azt hiszem 9 vagy 10 órás időeltolódás van. Tehát hajnal 2-kor, hajnal 3-kor van egy szabad edzés, például nem fekszenek le, vagy későn fekszenek le, délben reggeliznek,
Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas történet. Nem is állnak át egyébként ugye Európából megérkezvén az ottani időre, vagy időzónába, hanem maradnak európai idő szerint, hiszen hát nekünk délután 2-kor fog kezdődni, ugyanúgy, mint az olasz, meg a belga, meg tehát az európai nagydíjak. Mielőtt elindul a futam, akkor nyilván akkor az utolsó csapatutasítás az, hogy a szundi üzemmódot állíts be. Abszolút, és kapcsolt fel a helyzetjelzőt az autón, hogyha lenne. Úgyhogy erre készülünk, ez mindenképpen egy érdekes dolog, ugye utcai pálya az általában azért mindig hordoz elég komoly kockázatot magában, hiszen olyan hibázásra nagy lehetőség nincs, mert akkor azonnal törik. És hát egyébként meg mindenki a Kimi Räikkönen Fernando Alonso párosról beszél, meg kérdez engem, hogy jövőre mit várunk. Jövőre mit várunk ettől? Alonso szerintem Alonso életében a legjobb dolog, ami történhet, az Kimi Räikkönen érkezése. Hát mert kicsit fölpiszkálja, ugye? Egyrészt igen, nem lehet hisztizni. Alonso az egyébként, aki borzasztó jó pilóta, mielőtt bárki úgy érezné, hogy ellene beszélek, és szenzációsan jó versenyző, nagyon összetett versenyző, de az utóbbi években, vagy talán végig a Forma 1-es karrierében ő elég komolyan megküzdött azért, vagy kikövetelte magának inkább az első számú pilótai státuszt. Ez hosszú utában nem biztos, hogy jó, mert egy picit talán elkényelmesít. Mondom ezt annak ellenére, hogy egyébként szenzációs, amit művel a Ferrarival, és tényleg a 110%-ot kihozza belőle. Ott lesz most Kimi Räikkönen. Kontrolláltan fog megtörténni az, hogy két dudás megérkezik egy csárdába. Ugye ez nem volt elmondható 2007-ben a McLaren-es Hamilton-Alonso párharca, ahol örjöngés és szakítás lett a vége. Nem, senki nem számított arra, maga Rondeni sem, hogy Hamilton ennyire jó lesz Alonsoval szemben. Szóval most, itt most azt mondják, hogy mind a kettő ugyanolyan értékű, ugye? És pontosan majd eldöntitek a pályán, hogy ki az egyes. És egyébként Räikkönen meg annyira apolitikus versenyző, annyira nem érdeklik ezek a dolgok, hogy akkor most ő fölnyomja a másikat, hisztizden a rádióban, mit tudom én, abban a pillanatban, hogyha látja, hogy minden esélye elment a világbajnoki címre, viszont a csapattársának még megvan, akkor gond nélkül, egy zokszó nélkül be fog állni mögé. Úgyhogy szerintem Alonsónak érdekes módon akár a harmadik világbajnoki címét félig meddig egy Kimi Räikkönen is meghozhatja. Felipe Massát meg már minden csapattal hírbe hozták, Lotus, Williams, Sauber és így tovább. És megy valahova. Meglátjuk. Azért az a Ferrari-s know-how, az a tapasztalat, ami az ő fejében megvan, az nagyon értékes ám a formájban. Máshol mi? Igen. Még a pilótaként nem is annyira jó, már ez nyilván rossz mondat volt, de jó. Abszolút, de igen, igen. Tehát, hogy annyira felértékelődik ezáltal Felipe Massa, hogy azért ő hosszú-hosszú időn keresztül dolgozott a Ferrari-nál, mindenféle mechanizmust ismer, hogyan hoznak döntéseket, hogyan építik fel a csapatot. Ez egy borzasztó piacképes és értékes tudás lehet. Én magam pedig egy felszabadult Felipe Massát tök szívesen látnék még a Forma 1-ben, hogy nincs rajta nyomás, lehet, hogy első számú pilótaként érkezik meg valamelyik csapathoz, nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mit tud, mert hiba lenne őt a 2009-es hungaroringi balesete után nyújtott teljesítmény alapján megítélni, azért ő 2008-ban ennyi picire, egy milliméterre volt a világbajnoki címtől, néhány másodpercig ugye annak is érezhette magát meg az apukája. Nagyon nagy a megítélés különbsége egy olyan pilóta között, aki mondjuk futamokat nyert és állandóan bizonyított és mindig ott volt, de kimondva kimondatlanul is egy ilyen második pilóta szerepkörben van, mint a közt, aki már mondjuk nyert világbajnokságot? Sőt, aki futamot nyert, már arra fölnéznek. Tehát igen, válaszolva röviden a kérdésedre, abszolút. Tehát egészen más kasztba kerülsz azáltal, hogy futamot tudtál, Forma 1-es futamot tudtál nyerni, és akkor még nem világbajnoki címről beszéltünk. Te nyertél már Forma 1-es világbajnoki futamot, ezáltal te bekerülsz egy olyan szűk csoportba, ami azért nagyon kevés embernek adatott meg, hogy ott legyen. A világbajnoki cím az pedig teljesen még magasabbra emel nyilvánvalóan. Bernie bácsi megye Böribe még egy utolsó. Szerintem már nem, most egyelőre csend van a történet körül, és elnapolták, meg később elhasztották. Meg a készpénzt átadták. Hát ugye 83 éves szerintem úgy vannak vele, hogy mit bántsák már, meglátjuk. Most egyelőre csend van erről a sztoriról. Viszont Juan Pablo Montoya visszatér az autóversenyzésre. Egészen friss hír. Igen, a Penske csapat igazolta le Indikár, tehát a tengeren túli bajnokságra, majd novembertől vagy decembertől. Hol járt eddig? Kérlek szépen, ő Indy 500-at nyert, és kárt bajnok volt 1999-ben, illetve hogy hát a Forma 1-ből ismerjük, hogy azért ott is letette. Igen, de azóta, mióta jelt. Versenyezgetett, ő NASCAR-ral is próbálkozott, ugye ott a kasznis autó, amikor van fölötted, vagy körülötted kaszni, és ugye Open Wheel, tehát forma autóban is
próbálgatta saját magát, mondom, azt azért komoly sikerrel megtett, és most visszatér, ez mindenképpen érdekes hír. Ez annyira friss, hogy én is ma reggel olvastam az amerikai oldalakon. És alig bírtál magaddal, is el kellett mondanod. Ezt szeretem, ezt a szakmaiságot. Na ennyit az autósportról, ennél sokkal izgalmasabb hírünk van. Na. Sokkal izgalmasabb hírünk van, amiben a te segítségedet is akarjuk kérni. Kérlek szépen, egy tudományos értekezés egyik alapvetését szeretném idézni nektek. Ekkora a baj? Ekkora. Vanília ízű a hódok feneke. A hódok feneke. És az első kérdés, ami rögtön megfogant benned, hogy akkor ezt most hogy? Hogy, tehát, hogy ki az, aki először igen. bevállalta, hogy figyelj, amikor igen. a brit kutatók, a brit Jack kutatók, Holt. Jack, figyelj, most várjál, ez még csak oké, de hogy honnan jön a maga a kérdés, hogy vajon milyen ízű a hódok feneke? Az illat után mentek szerintem. De ez valószínűleg egy kis alacsimogatóban történt, tehát megcsapta az órukat, az a kellemes vanília illat, és aztán elkezdték keresgélni, hogy vajon honnan jön. És remélhetőleg nem volt túl sok kis állat bent a simagatóban, és már az elején megtalálták a hódot. Ez a humánosabb történet. Nem az. Az milyen? Ez vaníliás? Nem, ez csak is. Tehát a brit kutató elment a kisgyerekével a kis állat simagatóba, és a kisgyerek fölhívta a figyelmét, hogy apa, olyan vanília illatot igen. érzek. Várj egy picit, tényleg. Tejber is, nem, hód. Ez egy nagyon finom verziója a történetnek, lehet, hogy egészen másként indultak el, hogy milyen életük lehet ezeknek az embereknek, akik esetleg azt kutatják, hogy vanília illatú-e a hódnak. Hát valami hiányzik az életükből, vagy egy erőteljesen. Vagy a vanília. Igen. Figyelj, felmerül bennem az a kérdés ez alapján, hogy ki volt az, aki először a tejet megkóstolta, a tehén tejet. Az más, mert ott látod, hogy a kis boci azt megissza, tudod? Vagy tudod, hogy anyaként például szoptatsz, és akkor és nyilván az is tej, és a gyereket fölnő tőle. Igen. Ugye? Tehát ezen a párhuzamon összerakod el lehet ezt a párhuzamot. Igen. De a hódfenekét, hogy vanília illatú. Nem lehet, hogy csak egy vanília rúd. De nem illatú, ízű. Egy félig megemésztett vanília rúd, de gondolt. Nem tudom, hogy a hódoknak mennyire természetes táplálékuk. Te figyelj, nem lehet, hogy abban a kis állat simogatóban, ahogy ezt vizsgálták, megetették vaníliás jégkrémmel előző nap a látogatók, és aztán ennek eredménye folyamányaképpen lett vanília ízű állat. Mit teszik a hód? Ugye tesszük fel a kérdést. Magunknak fakérget, meg a fát állítólag. A hód építi a várat, ugye? Igen. Így van. Igen. Nagyon érdekes volt az egyik reggeli műsorban még, amikor ott dolgoztam. Jöttek a Vidra Parkból vendégek, és hát én nagy lendülettel, csillogó szemekkel, és akkor az állatról, amely megépíti a gátat, megépíti a várat. Te voltál? Persze, felkonferáltam, hát akkor kezi csókolom, beszélgessünk erről a gyönyörű állatról, az a hód, mi most a Vidráról szeret. Tetszik, Tony, picit hasonlít. Vízbe él, nem? Nem Aranyos, de hát akkor meg... Biológiai ismereteimmel egy ország előtt sikerült azonnal lebuknom. Jó, ő az, aki gátat épít, meggyúzdasztja, műtó lesz, és abba épít várat. Várába alulról is be lehet. A dráván lehet őket is megfigyelni, nem állítólag? A vanília illatú hódokat? Vagy ízű, vagy ízű, bocsánat. Hódkóstolás? Tehát arra egyébként nagyon oda kell figyelni, és több ilyen videót lehet látni a különböző videómegosztó portálokon, hogy egy felnőtt hódhoz nem nagyon kell oda menni, meg nem nagyon szabad oda menni kekeckedni, mert iszonyatosan agresszívek. Tehát, hogyha például, ha valaki mondjuk tényleg szeretné bebizonyítani azt, vagy pont az ellenkezőjét, hogy a hódoknak a popsia vanília illatú, vagy éppen ízű, akkor az mindenképpen kicsivel próbálkozzon, mert a nagynál sokkal nehezebb megnyalni. Vagy kell több ember hozzá, kettő, aki lefogja, egy, aki nyal. Ugye? Így, és akkor valaki fapecket rak a szájába. Igen, a hódnak szegénynek, hogyha mégis... Minimum egy fenyőgerendát, mert hamar végez vele. Ha tesztelő nyelve érdes lenne, akkor azért mégis csak ne harapjátok. Elképzelem, hogy a szájpecket, vagy a piros biliárdgolyót oda csatolták. De fából könnyű. A rabteszem! Fából könnyű berakni, mert ezt szereti. Ugye? Igen. Tehát arra könnyen rárap, tehát három emberes minimum a hódfenék. Mondjuk adja magát, hogyha fát teszik meg faháncsot, akkor inkább fahé illatú ízű lehet. Gyerekek, ha már 7:30-kor a vanília ízű hód hátsóról beszélgetünk, akkor mi lesz itt? A gyerekek nagyon szeretik az állatokat. Igen, itt egy aranyos állatról van szó, meg egy tudományos kutatásról, olyannyira, hogy a hírek után fölhívjuk majd Hanga Zolit, az állatkert szóvivőjét. Az állatkert hangját. Az állatkert hangját, lelkét, lelkiismeretét, szellemiségét, akinek nyilván van tapasztalata. Hát, nála senki sem került a hódánuszot. Hanga Zoli egyébként hosszú időn keresztül tulajdonképpen tagja volt így említés alapján a családunknak, mert a kisebbik lányom sokáig úgy mondta, hogy ha valamit hallott, hogy hallom a hangát.
nem a hangját, hanem a hanga. Ez a hanga. És nekem ugye mindig az Oli ugrott, de ne engedjük, ez már hangja, az nem hanga. Na, azt ezt most elmesélheted neki, illetve ki összefabrikálhatjuk azokat a nagyon fontos szakmai kérdéseket a hírek alatt, amelyeket szeretnénk feltenni az Olinak. Hát de azt mindenképpen megkérjük, hogy akkor egy ilyen élő egy próbát, kísérletes próbát. Az így, az ha már ott van a keze ügyébe egy, akkor emelje már fel, ha nem nézze oda senki. Őszinte leszek hozzád, akartunk hozni neked egy hódot ma reggelre. Egyszerű, gyerekek, igen, földön nem lehet hódot szerezni ebben az országban. Nem, barfa nehéz. És akkor ugye, ma itt van a másik dolog, ami rögtön szöget üthet a fejünkben, hogy hiány van hódból. És ha hát itt van előttünk bizony, a jövő. A nagy, egy hód nagy kereskedés. Lehet, hogy többet nem jöttél volna, mert akkor lett volna egy kőpapírolló, aztán a vesztes leaking. Tehát akkor ma reggel megoldjuk a nagy magyarországi hód hiányt is egyben. Így van, ezzel jövünk a sporthírek után, most pontosan 7:30. Ez itt a Morning Show. 2 perc múlva lesz 3:48. Szújó Zoli a mai vendégünk. Hello, jó reggel. Hello, és köszönjük még egyszer, hogy jöttél. Gyorsan a közlekedési infók, 10-es út, K.O. beállt az egész. M0, M6 felé Szigetszentmiklósnál. Jaj, nagy testű kutya a belső sávban, óvatosan Brünci, M1 Budapest felé személygépkocsi kerékcsere a leállóban, a 101-es Kavicsnál Korosi tér sárgán villogó jelzőlámpák, káosz a Szob Budapest nyugati között 20 perc késés, ez most így is lesz valószínűleg egy 2 hónapig, legalábbis körülbelül, mert addig tartanak majd a felújítások. Hódfenékről beszélgetünk, egy könnyed reggeli keddi történet. A gyerekek, ez egy tudományos kutatás. Azóta is keresem magamat, hogy mi történik itt körülöttem, mert a szürreális az egész. Ez pedig ezt neked tartalékoltuk, ezt a témát. Tegnap elgondolkodtunk rajta, hogy a gangstánk bedobjuk, de ők csak a grupikhoz érték. De ahogy gangsta elmesélte, hogy hazaért reggel 6-kor, és hangosan köhögött a szomszédnéni szerint. Szolika, Szolika. Ügyes. Tehát vanília, ízű a hódok feneke, ez a tudományos megállapítás van. És itt van velünk Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt! Nagyon örülök! Én most közben egy villamoson utazom, úgyhogy lehet, hogy érdekes lesz a beszélgetés, mert nem csak azt halljátok, hogy bemondják a következő megállót, hanem néhány helyen Lodét van egy úriember, aki a fejére tette a fejhallgatót, zenét hallgat, de közben kommentálja és énekli. Tehát kicsit olyan, mint a tehetségkutatókban az elején tudod, mikor a tehetségtelenek is. Zolikám, akkor most ilyen. Te ne lepődjetek meg, csak azért mondom. A te reggeled is legalább annyira szürreális ott a villamoson, mint a miénk, a vanília ízű hódfenékkel. Próbáltátok-e már, akkor vágjunk a közepébe. Esetleg ti birtokában voltatok-e már ennek a tanulmánynak korábban, és hát mielőtt még ez a 32-esek terénél, igen, figyelj, hogyha le kell szállnod, nem, hogy fönnmaradjál. Szóval ti kipróbáltátok-e ezt a dolgot, mielőtt még a közvélemény is megtudta ezt a egyébként nagyon fontos információt a hód hátsójára? Hát ez most ez a kipróbálás, ez úgy hangzik, mint hogyha valami drogról beszélnénk, tehát hogy próbáltátok-e már a hód hátsót, de igazából nem, tehát, és valószínűleg ez a kutatás sem úgy történt, hogy empirikusan különböző állatok hátsó felét végigkóstolták, ez kicsit ilyen, kicsit, na ez viszont vaníliás, tehát azért ezt nem így kell elképzelni, de az már régebb óta ismert, hogy a hold hátsó felénél, ott vannak olyan illatanyag termelő mirigyek, amik mindenféle zsákokba is folytatódnak, hogy össze is tudjon belőlük jönni egy mennyiség, amivel ők tulajdonképpen a területüket megjelölik, és ezt az emberiség egyébként már évszázadok óta felhasználja, illatszereket készítenek belőle. De egy időben gyógyhatást is tulajdonítottak neki, hogy ez aztán mennyire igaz, ez erősen vitatott, de minden esetre alkalmazták már évszázadokkal ezelőtt is. Tudtam, hogy van tudományos magyarázat. Látod, igen, hogy egy okos embert kellett hívni. Akkor ez olyasmi, mint a pézsma? Nagyon hasonlít ahhoz, illetve a cibetmacska féléknek is van egy hasonló váladékuk is, abból is valóban készítenek. Na ez lesz a következő hír. Na most, hogyha ez olyan, hogy fogsz egy hódot, és ezt így megkeresed orral érzékelés szempontjából, azért nem biztos, hogy vanília illatot fogsz érezni. Jó, te mondjuk vezetőbeosztásban vagy, te inkább megkeresteted valakivel, nem? De azért nem csinálunk ilyet, mert a munkaköri leírásban nincsen ilyen. Bár mondjuk régebben ugye az ismert szakmák is más megoldással éltek, tehát amíg az orvostudománynak nem volt diagnosztikai eszköze erre, addig gyakorlatilag szájon átpostolták a betegek vizeletét, és akkor abból állapították mindenkinek. Na, nem rosszul. Igen, empirikus. Úgyhogy, de azért ma már nincsenek ilyenek. De szerintem itt az lehetett, hogy megvizsgálták a kémiáját, és találtak benne olyan vegyületeket, mint amilyen a vaníliában is van, de hát ez azért ízként nem biztos, hogy olyan intenzíven megjelenik. És hát nagyon érdekes, mert az ezzel kapcsolatban megjelent cikkek, azok nagyon gyakran ilyen
címmel jelentek meg, hogy hát a hódfenekéből jön a vanília. Aha. De azért mindenki továbbra is a vanília rút használja. A vanília fagyiról így lemondanék. C nevű hallgatónknak remek ötlete van. Ő azt írja, hogy új gerilla marketinggel tudnátok nyitni a látogatók felé, hogy kisállat nyalogatót nyitni a hétvégén. Jó, nagyon jó. Még lehet, hogy valaki élne is ezzel a dologgal, de azért ez elég furcsa. Várjátok az igazi ínyenceket, tehát az állatkertben. Ugye joggal merül fel a kérdés, az élelmiszeripar mikor találja meg magának a hód hátsóját, és amikor én felbontom a vaníliás joghurtot vagy fagyit, akkor mire kell gondolnom? Hát én azt hiszem, hogy a vanília rúddal ez gazdaságosabban előállítható, ez az élménye az élelmiszeriparban is, de hogyha esetleg olyan vaníliás pudingba fut bele, amikor nem a vanília növény kis virágzatát látod rajta, mint ahogy az általában szokott történni, hanem egy hódnak a rajzát, akkor azért erősen elgondolkodhat. A hódnak nagy foga van? Csak azért kérdezem, hogy így marketing szempontból jó-e egy ilyen nagyon mosolygós, nagy metszőfokú hód? Abszolút, a csomagoláson. Tehát állapotban és kilógat szájából, úgyhogy de ezt általában eddig fogva. Úgyhogy nagyon veszélyes, nagyon veszélyes egyébként a hódokat pont a nagyfogai miatt spamba boldogáltam. Egyébként tényleg van némi veszély vele, tehát mi is dolgozunk hóddal, idén volt két mentett hódunk is, az egyiket nem is engedtük el, és valóban azért most már, hogy nagyobb acska, az állatgondozóknak is ügyelni kell, hogy fogják meg, nehogy ott valami balesetet. Agresszív, azt megbeszélt. Láttunk ilyen videót fönt az interneten, hogy egy ilyen nagyra nőtt, kifejlett hóddal, egy hímmel valaki elkezdett kekeckedni, és nem egy ilyen félős állat. Nem, pontosan így van. Hát azért a kifejlett hódok már eléggé termetesek, tehát bőven ilyen 10-20 kiló körül is lehet egy nagyobb hód. És hát valóban igaz, hogy azért nagy hódokkal vannak fölszerelkezve, úgyhogy természetes ellenségük viszonylag kevés. Van hódotok egyébként, ha valaki akar nézni hódot a fővárosi állatkertben? Hát úgy, hogy most eljövök az állatkertbe, és látok kis elefántot, meg oroszlán kölyköket, és aztán hódot is, úgy nem. Tehát úgy a hód nem fog működni, csak a másik kettő. Aha. Azért, mert a hód az most még mentett állat van nálunk, míg a tavaszi nagy dunai árvíz idején, vagy az nyáron volt. Szóval mindegy, tehát nem olyan régen. Néhány hónappal ezelőtt, és akkor került be hozzánk egy mentett hód Győr térségéből, akit az áramlás elsodott a szüleitől, és ő még egy nálunk lesz, sőt valószínűleg át is fog telni, de már nem biztos, hogy nálunk az állatkertben egy másik partnerintézményben, és hogy tavasszal tudjuk majd elengedni a következő tavasszal. Szegényként biztos fönt volt a gátakon, és dolgozott, és próbálta ő is építeni, és aztán jött egy nagyobb árból, nem? És hogy esetleg megtartanátok, akkor a kérjük ne etesse zócsemegével sem tábla mellé felkerülne egy másik, egy nyelvát húzva. Hát ha valamelyik gyerek benyúl. Igen, eddig még nem volt szükség rá, mert az állatok etetése sokkal gyakrabban fordul elő, mint hogy valaki nem próbálná az állatokat nyalogatni, de semmit nem lehet kizárni, tehát hogyha azt meg tudom ígérni, hogyha azt tapasztaljuk, hogy tömegesen nyalogatná a közösség az állatokat, és rájuk ennek mindenféle szakmai vannak ezzel szemben, akkor fogunk ilyen táblát is kitenni, de addig azért nem biztos. Egy nagyon komoly kérdés, még a véget, ez tényleg komoly, hogy egyébként, hogyha lenne nálatok hód mondjuk állandóra, akkor neki így biztosítani kellene ilyen koptató fákt, vagy ilyesmit, mert hogy nő neki folyamatosan ez a két hatalmas metsző foga? Pontosan így van, tehát mondjuk nagyon lágy táplálékon nem jó tartani, tehát mondjuk a tejbegiriz az nem jön be, de az egyébként sem jó az elmisztésének, és hát valóban itt az állatkertben, és ezt úgy oldjuk meg, hogy egyrészt van külön olyan rákcsaloknak való táp, ami egyrészt teljes értékű, másrészt ez ilyen borzasztó kemény, és nagyon koptatja az állatfogát, de hát egyszerűen faágat, meg fakérget is szokott kapni, hogy szépen azon is dolgozom, meg is ezt egyébként azt nem csak a fogak karbantartása miatt használja. Azt hiszem minden kérdésünkre választ mindent kaptunk. Hódfenéktől hódrákcsáig minden. Nagyon szépen köszönjük. Alaposan körüljártuk ezt a témát. Igen, körbe szagolgattuk mindent, ahogy csak kellett. Gondolom, hogy örülsz, mikor ilyen jó témákkal hívunk. Köszönjük szépen. Halljuk, hogy gyorsul a villamos. Szevasz. Szia, Zoli. Hello. Na, hát akkor... Ezt jól megbeszéltük. Megvan? Megvan, mindenki tudjuk mindent. Mondjuk az elmaga, amire kérdezelek egy állatkettő összetartást a hétvégén, amikor mindenki kicsit szét van csúszni, zavaros tekintette, valaki azt mondja, hogy innen elfogyatozzatok egy hóddal. Dobjuk fel a bulit még egy hóddal. Kocsanás a Váci úton befelé a szélső sávon az Árpád úti leágazás magasságában torlódás lesz, írja a bankos Kriszta. Az jó, mert nem egy forgalmas járnak. De most érted, olyan útszakaszon, ahol nincs forgalmat, nem is történik baleset. Ez igaz. Mert hogy akkor nincs kit föltartani. Örök igazság. Egér úton az M1 felé a benzinkút után
baleset. K.O. az egész köz. Pisti, Ceglédi vonaton Budapest felé Pilisre érve 15 perc késéssel közlekedik a vonat. Az okát nem tudom, ezt meg Magditól kaptuk. Mi pedig már is rányítunk Óven bácsira és Beru nénire. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Jó reggelt, Barbie! Sziasztok, fiúk! Szia! Ezt a vidám hangot. Na most ahhoz képest, hogy nekem az Anna azt írta, szia, hogy te otthon vagy és beteg vagy. Feldobtátok a reggelemet. Meg is gyógyultál. Figyelj, az első órára, ha nem is, de a másodikra biztos beérsz. Milyen napot sikerült megúszni ezzel a kis betegséggel? Dolgozom, kikérem ja, magamnak, igen. Ezzel a hanggal? Nem lesz több 13 évesnél. De igen, 23 vagyok. Ja igen, és mit dolgozol? Hát semmit, beteg. Igen. Az egyébként tisztességes, hogy nem mész be emberek közé ilyenkor, amikor beteg vagy, ezt nagyon megköszönöm. De mondjuk nem tudjuk, mi a baj. Fertőző? Ja, bocs. Lehet, hogy eltört a keze. Így a vaxot. Hát szép, köszönöm. Nem tettük meg senkit. Hát igazából lázas vagyok, meg most már kezdek taknyosodni, és akkor így oh, gondoltam, hogy... De jól hangzik. Hát nagyon. Honnan hívsz bennünket már? Ócsáról. Úgy... Ócsa. Ócsa. Igen. Nagyon te, jó. Te vagy az ócsai fodrász. Gyönyör a római templomotok, a római kori. Igen, igen, pont ott volt az esküvőnk egy hónapja, pont már egy hónapja. És már beteg vagy, nagy a baj. Gratulálunk egyébként az esküvőhöz. Köszönöm szépen. És gyógyulj meg, egyébként pedig mézeste, a fokhagyma és pálinka, szent háromság az, ami ilyenkor átsegíti az immunrendszert. Te ezzel élsz? Így van. Hát téli időszakban, igen. És ajánlottál a forradbort. Forradbor is jó, igazad. Most már értem, hogy miért ilyen a közvetítés. Hogy miért ilyen. Jó, na kérlek szépen, mutatjuk akkor, hogy mit csinál Óven bácsi és Beru néni. Rendben. A hangazoli mellett ülnek. Igen, ha átszállt. Igen, ő az, aki alba kezdeni. Ja, mert ez föld alatti. Ha metróznak. Metróznak, és valamelyikük énekelni is fog. Leptem. Lendentem. Úristen. Hú, ez egy régi nagy sláger. 70-72%-os találati arányon van egyébként Óven bácsi és Beru nével. Írd le ide. Ezt most gondolom. Zoli, ezt összegítsd nekem. Kérhetném még egyszer ugyanezt a rövid fajtát? Igen. Köszönöm, igen, mert hangos volt a metró. Lettem, lendentem. Jó, de szépen énekel. Akkor neked megvan, csönd. Most van meg. Barbie? Nem tudom én. Tudunk segíteni? Gondolom. Figyelj, van egy szám a zenekar nevében. Neked lehet, hát mi belsősök, érted? Nehogy félrevigyem ők. Jól mondom, van egy szám, ráadásul egy két számjegyű szám a zenekar nevében. Úgy látszik, hogy egy Barbie erre nem lassúztál senkivel. Zoli, hát 23 hűszíva. Mutatunk egy hosszabbatba. Gondolom, ez nem Falco, mint tegnap. Ne. Na, ezt látod, ezt jól, jól gondolod. Mutatunk egy picit hosszabbat. Nem tudom. Picit egy nyomtatvány a zenekar neve. Mi a zenekar neve? Egy nyomtatvány. Azt hiszem, hogy segélykérő lapnak a száma. Munkanélküli segély. Vagy azaz. Igen. Vagy pedig regisztráló. YouTube? Nem. Nem, az egy kém repülő volt. Mondtam, hogy két számjegyű. A szomszéd vár. Két számjegyű a szám, de egyébként jól indultál a betűk tekintetében, és nem kell sokkal több betűk. U77. Barbie, köszönjük szépen. Nem, az egy tenger alatt járónak a lajsnok szám. UB40. Oh. UB40. Hogyha így van, ez az. UB40. Ó, oh, igen. Ah, bizony. Igen. Hát ez nehéz volt most neked. Ezért köszönöm szépen a lehetőséget. Figyelj, benne voltál a rádióban, frissen házasodott, igen, vagy, hogy mondják, nem nősök, mert azt igen, házasodott. Egyébként egy picit beteg, de már gyógyuló félmen lévő fiatal hölgy vagy. Minek? Miért lennél szomorú ebben és az életben? És bókolhatott neked Szújó Zoli, hát mi kell még több ennél a reggelnél? Elő a nullásgépet, és ócsán mindenkinek ledúrni, hagyd szóljon. Barbie, sajnálom, de köszönjük szépen. Legközelebb mindent megpróbáltuk. Rendben. Szia. 4 perc múlva lesz 8 óra, hírek után jövünk.
térjünk vissza egy nagyon sokunkat foglalkoztató témával, engem elsősorban azért, mert én 13. kerületben lakom, és ott most feltűnt egy nő, aki gyerekeket próbál meg elvinni. Ti gyerekek, ezek a hírek, ezek borzasztó. Az a baj, hogy ez létező dolog, nem akarunk ezen nagyon rákcsalódni, inkább segíteni szeretnénk, mert én most már nagyon sok szülővel beszélgettem, meg az én kedvesem is, hogy oké, mit csinálsz a gyerekkel, hogy mit mondasz neki, hogy ne menjen. Elmondod neki, hogy senkivel nem mész el. Jó, akkor elmondom neked, hogy van egy anyuka, aki ténylegesen konkrétan ráijesztett a gyerekét, de azóta a gyerek nem mer egyedül maradni a szobájában sem. De, pont ez a szülői felelősség, hogy úgy mondd el ezt a gyerekednek, hogy ne a frászt hoz rá, hanem elmondd, hogy figyelj kicsikén, lehet, hogy meg fogják kérdezni, hogy gyere, vagy mondani, hogy gyere el velem, senki. Tehát még ha ismered, akkor se. Jó, doktor úr, mielőtt kiheréli a témát, ezt 8 után folytatjuk, akkor elmondhatod, de azért hívunk egy szakértőt is, hanem. Ha ez érdekes. Egy gyerekpszichológus. Jó, egyet vissza. 3 perccel vagyunk 4:09 előtt, Szújó Zolival. Jó reggelt, sziasztok, üdv a hallgatóknak is, és persze Ferivel és Janival. Ho, hey, ez az, te király, milyen lojális ez a srác. Jól esik még a taps? Még most is ugyanolyan jó, mint egy órával ezelőtt. Nekem igen, hát én vagyok annyira ripacs, hogy ez egész nap jól esik. Szilvi van velünk a vonalban, hello, szia Szilvi. Jó reggelt, sziasztok fiúk. Milyen közlekedési infód van? A 4-es főútról lenne egy információm, hogy torlódás van, ugyanis egy lerobbant kamion foglalja el a Pest felé vezető sávot. Az egy rövid kis várakozás lehet a 4-esen ilyenkor reggel, ugye? Igen. Szia, köszönjük Röbe szépen. Úristen, jó utat neked, szia. Köszönjük szépen. A Lehel térnél a Viktor Hugónál nem működnek a jelzőlámpák. Kovis Anyitól kaptuk ezt, Veresegyház Budapest nyugati nettó 2,5 óra. Így, szép mávval. Hány ezren is késtek el ma agyvérzett utasok? Felújítás van, türelmet kérnek. Van infotok, hogy mi van a Soroksári szabadkikötő Csepel Kossuth utca? Totál beállt, nem tudjuk. Hűvösvölgyi út szintén beállt, haladás csak lépésben. Talán lehet, hogy az eső az oka. Nem tudom biztosan. Ha valaki tud valamit, az írja meg nekünk. 0670-645-0000 az SMS számunk. Az előző óra végén elkezdtük már boncolgatni ezt a témát. Én közben utána néztem, ugye itt a hírek elsősorban arról szóltak, hogy egy ilyen eset történt, hogy egy nő besétált egy 13. kerületi iskolába és elvitt. Igen, de ebből egy is sok. De az a baj, hogy nem egy történt. Anna nagyon gyorsan utána nézett és átküldött nekem néhány olyan linket, ami erről szól, hogy már a 3. kerületben is, tehát a hír másik oldalán, a budai oldalon is megtörtént ez az eset. Ott egy játszótéren próbálkozott vélhetőleg ugyanez a nő. A taktika a következő volt, elkezdte kihallgatni a gyerekek beszélgetését, akik ugye néven szólították egymást. Tehát amikor már ő odalépett, akkor nevükön tudta szólítani a gyerekeket, ami itt ugye rögtön egy pont. Szerencsére egy élelmes anyuka ezt kiszúrta, és odalépett, és üvöltözésbe ment át a dolog, majd a nő elment. Időközben pedig több ilyen facebookos oldal is jelezte már, hogy a 13. és a 3. kerületben általános iskola és óvodákban is feltűnt ez a nő, és megpróbált gyereket elvinni. A közösségi médiának, meg persze az egész sajtónak nagy szerepe van ebben, már azzal is tudunk szerintem segíteni, hogy beszélgetünk erről a jelenségről, úgy tűnik, hogy ezzel foglalkozni kell, és borzasztó, ugye adáson kívül beszélgettünk Janival arról, hogy rossz látni, és rossz az érzés, hogy elveszed a gyermekettől azt a gyerekkori naivitást, meg nyitottságot, amit egyébként szeretsz viszont látni a saját gyerekedben, mert pontosan tudod, hogy felnőttként azért ennek egy jó része el fog majd tűnni, ahogyan belőled is eltűnt, de hogy úgy tűnik, egy ilyen világot élünk, hogy erre föl kell készíteni a gyereket. Hogyan tudjuk megtenni úgy, hogy ne hozzuk rá a frászt, és ne ijesszük halálra, hanem fölkészítsük valóban odafigyelő, nyugodt szeretettel, hogy legyen felkészült egy ilyen helyzetben, de ne hozzuk rá, még egyszer mondom, az ilyet. Igen, és hogy feleslegesen ne neveljünk bele valamilyen így fóbiát. Tehát, hogy úgy, hogy gyakorlatilag a gyerekkel majd aztán mindenki ez, aki mondjuk jó szándékkal közelülik, ahhoz is bizalmatlansággal álljon hozzá. Tehát, így van, bezárhat a gyerek egy ilyen után, de teljesen, sőt a rettegés is, mondom, nekünk van az ismerősök között egy olyan ember, aki egy kicsit ezt túltolta a nagy valószínűséggel, és tökre értem őt is, mint anya, vagy nyilván mint apa. Félted a gyereket, egy módszert gondolt jónak, és most ez úgy tűnik, hogy kicsit visszájára sült el, mert hogy a gyerek retteg például egyedül maradni a szobában is, tehát hogy látnia kell a szülőt, egyébként pedig baj van. Aki azt gondolja magáról, hogy szülőként ő mindent megtesz, és mindent jól tesz meg, annak mondanék egy adatot. Van egy Daybreak nevű angol televíziós műsor, akinek a készítői kitalálták, hogy ezt ellenőrzött körülmények között fogják tesztelni. Tehát tudott róla a szülő,
Például egy játszótéren volt a szülő a gyerekkel, a szülőt beavatták, megkérték, hogy valami úton módon menjen arrébb, egy kicsit ne lássa őt a gyerek, és megpróbálták elcsalni a gyereket. Mondom, a rémisztő adatot 9-ből 7-es gyerek, hétfő gyerek azonnal elment a hozzá odalépő idegennel, a másik kettő, egy 6 és egy 11 éves, illetve egy 7 éves kisfiú és egy 11 éves kislány pedig másfél percig tartotta magát. A 11 éves kislány elindult a férfival, aztán rájött, hogy hibát követett el, visszaszaladt. A 7 éves kisfiú először ellenállt, de némi rábeszélésre mégis meggondolta magát. Mondom, és mondom a módszert, egy darab kutyapóráz a kézben, egy darab fénykép a kutyáról mondjuk a mobiltelefonban, oda mész a gyerekhez és azt mondod, miután mondjuk például kihallgattad őket, hogy szia Krisztike, nézd meg milyen aranyos a kiskutyám, picit pityereksz is lehet, eltűnt, gyere keressük meg, és a gyerekek elindulnak vele. És ez nem egy a klasszik erőszakos gyerekrablás. És ez tehát, nem. Hogy azt így tegyük van. Hozzá, hogyha így valaki van. El akarja vinni azt a gyereket, és ezek a módszerek nem működnek, akkor még mindig ott van a jól bevált erőszak. Igen, tehát nézd meg, a nevén szólítja, mutat egy kis állatot, amivel pontosan tudjuk, hogy a gyerek azért igen. Tud azonosulni, meg azzal is, hogy elveszett a kutyám, hiszen hát egy csomó mese szól erről, meg igen, segítsünk megkeresni az elkóborolt kis kedvencet, és már is kisétál a játszótérre. És ugye mit rosszóval heréltek ki a történetben azok, akik ezt kitalálták, hogy ő nem úgy próbálta a gyereket elvinni, hogy már pedig mától persze. Én vagyok az anyukád, hanem a lelkére hatott, az segítőkészségére a gyerekben, például ebben az esetben fenn sem erül, hogy rosszat tesz, amikor elmegy. Tehát az a gát, amit te beépítesz igen. A gyerekbe, ha, még ha ez egy jó gát is, az nem fog működni. Érted? Mert ő arra alapoz, az elrabló, hogy segít a gyerek, és igen. Segít. Tehát valamiféle automatizmusnak meg erkölcsi normát kell felülírnod ahhoz gyermekként, a gyermeki lelkedben, hogy most azért nem fogok neked segíteni, és nem sétálok ki erről a játszótérről, mert ezt nekem nem engedték meg, és nem ismerlek téged, igen. Még akkor sem, hogyha nagyon sajnálom, hogy eltűnt a kutyád. Na de hát könyörgöm, hogy 5-6-7 éves gyerek ezt így végig gondolja. Ezt kéne úgy automatizálni benne valamiféle módszerrel, és hogy milyen módszer van erre, fogalmam sincs, de hogy felelős szülőként meg felelős neveléssel, hogy akkor azt mondja, sajnálom, hogy elvesztett a kutyát, szólok az anyukámnak vagy az apukámnak, és majd akkor együtt elmegyünk segíteni, megkeresni. Szólok anyának, hogy igen. Keressük együtt. Abszolút. Hú, de ijesztő ez, gyerekek. És a legszörnyűbb benne egy ilyen, tehát ne történjen meg senkivel, hogy eltűnik a gyerek, de én azt gondolom, hogy tegnap este beszélgettünk a világ legszebb nőjével, aki a feleségem. Nem, az az én feleségem. Ja, tényleg, ne haragudj. Nem láttátok még az enyémet? Ja, bocs, tényleg, te vagy a vendég, akkor a tiéd a legszebb. Beszélgettünk, és azt mondta Béka, hogy a tudat, hogy nem tudod, hogy mi van a gyerekkel, hogy él, nem él. Hogy él, mi van vele, hogy az feldolgozhatatlan. Tehát nagyon sok mindent a gyerekkel kapcsolatosan el lehet fogadni, meg el lehet valahogy boronálni magadban, de ez, hát ez a legszörnyűbb dolog a világon. Jó, eleve szerintem valamelyest ellentmond az emberi ősi ösztönnek, hogy te beadod egy intézménybe a gyerekedet reggel, ahonnan délután hozott haza, és egész nap nem tudod, hogy mi van vele, és több kilométeres távolságra vagy tőle. Hát hiszen annak idején hogy éltek a nagy, több generáció együtt, nyilván együtt mentek ki dolgozni, a gyerek nyilván könnyebb munkát végzett, és így tovább. Tehát ez már eleve le kell küzdened ezt a borzasztó feszültséget, és emlékszem, amikor a nagyobbik lányom elkezdett óvodába járni, meg iskolába, hogy azért ott volt bennem, hogy mi történik, leesik a mászókáról, Pistike izzi a kidobóban, erősebb orba dobja a labdát, ami ilyen hülyeség megtörtént egy iskolában, meg egy óvodában. Aztán ezt nyilván megtanulod kezelni, meg megpróbálod őt is felkészíteni arra, hogy oké, most nem leszünk együtt, de nem tudom, hogy mobiltelefon segít-e. Én nem feltétlenül vagyok nagy híve annak, hogy legyen a gyereknél mindig mobiltelefon. Szerintem ki lehet bírni nélküle, miközben hallom ezeket a történeteket. Még nem, nem is adsz, igen, nyilván egy kicsit nagyobb lesz, akkor talán már igen. Az is egy nagy kérdés, mikor adsz neki, mikor használja, mire használja. Nem akarom azt látni, amit egyébként minden második, vagy sőt, nagyobb arányú gyereknél látok, hogy folyamatosan nyomkodja. Igen, már is beszélgetés csak abszolút. Telefonban. Tehát ülünk egymás mellett, és mindenki a telefonját nyomkodja. Szóval ez is borzasztó összetett kérdés, és tényleg jól vetetted föl, hogy azt hisszük talán, hogy mi azért odafigyelünk, meg ha nem is tudunk mindent a gyerek nevelésről, de megpróbálunk valóban felelős szülőként. Ti mit csináltatok például?
Jelszót. Mi szerintem jelszót kell megbeszélni, de egyébként most, hogy ezek a hírek kijöttek, mi is most kezdtünk erről beszélgetni komolyabban. A párommal meg a gyerekekkel. Hogy azért erre oda kéne figyelni, és akkor beszéljünk meg valóban egy jelszót. Na de hát könyörgöm, a jelszó nem működik. Hogyan tudhatná ez a kedves néni, akinek most elveszett a kiskutyája? Hát nyilván nem ismeri a jelszót, de segítsük. És ő nem azt mondja, hogy én menjek el vele, hanem hogy keressük meg a kiskutyáját. Abszolút. És utána, hogy kimentél ugye a játszótérről a gyerekkel, onnantól kezdve meg már nincs menekvés. Tehát ott már átkarolja a gyereket, befogja a száját és elfut vele. Meg ez nagyon aljas egyébként, amit mondtál, hogy kihallgatta a gyerekeket, és utána pedig a nevükön nevezte őket. Igen. Tehát abban a pillanatban, hogy a gyerek meghallja azt, hogy őt valaki egy idegen bácsi vagy egy néni nevén jelzi, már kettőjük között már rögtön van egy nexus. Ha ráadásul még egy második, harmadik gyerekre is utal, mondjuk a mondókájával, hogy egyébként meg az Zolikával is már megbeszéltem, és ő is jönni fog velünk, csak még befejezi azt a kis homokvárat, stb. Vagy most csak egy butaságot mondta, akkor még inkább elmélyítheti ezt a friss bizalmat. És akkor meg az Isten mentse meg. Mi például elkezdtünk beszélgetni a gyerekhez, de szent meggyőződésem, hogy Pony, ez egy fél zacskó frutiérót, ha bárki bátett, azonnal elindul, úgyhogy nála fokozottan ezt elindítottuk ezt a sztorit, és mondtuk, hogy idegennel nem mér se. És mondta, hogy ki az idegen? Kérdezte ő négy és fél évesen. És jogos a kérdés? Jogosan, mert például a bácsi a kisboltban, akitől mi vesszük, amit én kiflit, vagy a kakaót, vagy a tejet, az nem idegen, hiszen ugye ismerjük, köszönünk neki, és jóba vagyunk vele. De hát azért mégse gondolom, hogy ő menjen el a gyerekért az oviba, érted? Tehát, hogy van például egy ilyen is. Akkor elkezdtük mondani, hogy van az a négy ember, akivel te elmehetsz, a mami, a papi, a Marian, az akárkicsoda, és akkor mondta, hogy jó, de ha ők azt mondják, ha valaki odalép, hogy a mami kül, akkor elmehetek vele, ugye? És mondta, hogy nem mehetsz el vele. Na, ekkor működik a jelszó. Tehát akkor meg van beszélve, hogy világos kék pitypang, virág, akkor ez a jelszó. Ha és akkor most elkezdjen mondani a gyerekemnek ma este, mikor megint leülünk erről mondd beszélgetni. Mondd utána, kincsem, Kimi bajnok lesz. Ez a mai. Ez a Kimi bajnok lesz, iszik utána valamit. Még ez is mondta. Kezd el mondani neki, hogy ha bárki odalép hozzá, hogy segíts rajta, ezt 5 évesen beletáplálod a gyerekedbe, akkor te ne segíts. Hát milyen felnőtt lesz így? Hát így van, és amikor felnőtt lesz, és odarohan valaki, az úristen segítsen, mert rosszul van valaki az utcán, bocsánat, nem megyek oda, mert félek attól, hogy engem berángatnak valamire. Tudjátok, hogy mi még az érdekes, és meggondolandó, hogy az urbanizált embernek a pszichéje az hogyan alakul át, hiszen városokban élünk, olyan közösségekben, ahol nem ismerik egymást személyesen az emberek. Ez nagyon veszélyes. Falun, sőt, tudatosan távol tartják pontosan magukat a másiktól. Falun, kis helyen élve megvan az a védőháló, amit pusztán a személyes ismerettség nyújt. Tehát Marika néni pontosan tudja, hogy megfogja a kis Pistikének a kezét az úton, mert ismeri a nagymamájának, vagy a kollégája volt, mit tudom én, tehát vigyáznak egymásra. A gyűjtmenteket meg rögtön kiszúrják, ahogy a Kovács Attila volt a Pakson. Így van. Így van, és a falusi riasztórendszer ugye működik is, mert hogy beérkezik a faluba valaki, akit nem ismernek, ott azonnal már is megy körbe a riadó lánc. Az a baj, hogy annyi kérdés van, hogy csináljuk jól, hogy hát nem. Most már kénytelenek vagyunk majd megkérdezni egy szakért. Így is van, nagyon okosokat mondtunk szerintünk mi is, ez már önmagában jó, de itt van velünk Majsai László, pszichopedagógus. Szia Laci, jó reggelt! Szia Feri, jó reggelt a hallgatóknak és nektek is. Nem tudom, hogy hallottad-e ezt a három kiművelt emberfőt, akik mi magunk vagyunk, mondom így szerényen. És nem mellett, hogy gyakorló apukák. Tisztelettel jegyzem meg, hogy nem voltam rádióközelben, úgyhogy elnézéseket kérem, de feltételezem, hogy nagyon bölcseket mondtatok. Igen, próbáltuk, nem a mi magunk apuka eszével próbáltuk megoldani ezt a problémát, tudod, miről van szó. 9 kísérletből 7 sikeres volt ebben a bizonyos angol kísérletben, amikor a játszótérről próbáltak meg gyerekeket elvinni. 7 gyerek szó nélkül elment. Mi arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mit tehet a szülő, mi a jó módszer. Elmondtuk azt, hogy például az én ismeretségi körömben van olyan, aki annyira túltolta ezt a dolgot, hogy a gyerek retteg egyedül maradni a saját szobájában is. Hát igen. Akkor van a másik dolog, amit itt mond a szújó kolléga, hogy elkezded a jelszót mondani. De például ugye ebben az esetben, ahogy a játszótérről vitték el a gyerekeket, ott a gyerek lelkére hatottak azzal, hogy nézd, itt a kiskutyán fényképe, eltűnt és keressük meg. Hát mit csináljunk mi szülők? Na én a következőt gondolom, először is azért korosztályokat különböztessünk meg. Amikor kicsik emberkéről van szó, olyanról, aki a játszótéren a homokozóban játszik, akkor én azt gondolom, hogy a legfontosabb prevenció, hogyha én ott vagyok a gyerekem, akkor leszek kedves odafigyelni rá, és nem olyan helyzetbe hozni, hogy mit megcsörön a telefonom is nem látom a gyereket. Tehát azért nagyon pici gyerekre oda lehet figyelni, meg töltse bele a homokozóban, homokozással az időt, és akkor nem viszi el csúnya bácsi. De hogy mit lehet mondani a gyereknek? Tényleg a riogatás semmiféleképpen nem jó, mert
ha félelmet alakítunk ki a gyerekben általában, akkor áldozattá tesszük különben is. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog, amit szülőként tehetünk, az, hogy a gyerekünket megsegítjük abban, hogy egy határozott, jó fellépés és jól kommunikáló gyerek legyen. Ezekkel a gyerekekkel ugyanis ezek az emberek nehezebben tudnak mit kezdeni. Tehát, hogyha egy félénk is nyuszik a gyereket, ilyen lelki zsarolásokkal meg lehet támasztani, akkor sajnos hamarabb el lehet vinni. Hogyha ez a gyerek fölveszi a kontaktust és valamilyen szinten kommunikál ezzel az emberrel, ezzel időt is nyerve, hiszen gondolkodik, akkor nehezebb helyzetbe kerül. Hogyan tudjuk ezt csinálni? Hát én azt gondolom, hogy úgy tudjuk csinálni, hogy néhány fontos dolgot meg kell tanítani a gyerekünknek. Az egyik az, hogy mit jelent maga az a kifejezés, hogy idegen. Akkor tudom megmagyarázni a gyerekemnek, hogy mit jelent, hogy idegen, hogyha tudja, hogy mi az, hogy ismerős. Tehát én azt gondolom, hogy beszélgetnem kell a gyerekemről már kicsi korban is, hogy kik tartoznak a mi családunkhoz, ki ez, aki a mi családi körünkben barátként vagy rokonként jelen van, akivel bármikor bármiről beszélgetni, akivel játszani, akihez oda lehet bújni. Bocsánat a közbevetésért, akkor Feriéknél a kisboltos fiatalember, aki mindig kedvesen mosolyog, minden reggel találkozunk vele, hiszen kiflit zsemlét vásárolunk nála, ő akkor ismerős vagy idegen? Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez egy kettős dolog. Ismerős, mert ott van az apa, és jól elbeszélgetünk, és mindenre, és tudjuk, hogy ő kicsoda, és micsoda, és aranyos, és mosolyog. Ha apa ott van velem a boltban, akkor természetesen ismerős, és ilyenkor okosan, aranyosan, kedvesen beszélgetünk vele, fogadjuk az ő gesztusait. Ha ő megkínál egy kiflivel, akkor is megkérdezem apától, hogy elfogadhatom ezt a kiflit, és akkor most jön én azt gondolom, az egyik fontos jelszó, két fontos jelszót gondolok én a gyerek. Nem olyan jelszót, mint amiről szó volt, hanem inkább akkor mondjuk mottót. Az egyik az, hogy megkérdezem az anyát, vagy megkérdezem az apát. Például a játszótéren oda jön a bácsi, és azt mondja, hogy segítsél megkeresni nekem a kiskutyámat, akkor az első reakció nekem nem az, hogy jaj, de jó, mindjárt megyek és megsimogatok a kiskutyát, hanem nézd, ott ül az apa, megkérdezem, és akkor utána elmehetünk. Ebben a pillanatban, ahogy megnézd, ott van az apa, megkérdezem, ebben a pillanatban egyfajta megtorpanásra kényszerítem azt az embert, aki ebben a dologban részt vesz. Aha, tehát ha a kiflit megkérdezi a gyerek, hogy elfogadhatom-e, akkor ezt is meg fogja majd kérdezni. Tehát ilyen apró lépésekben. Igen, ilyen apró lépésekben. Uh-huh. Egészen aprók a picike lépésekben, és mindig az legyen az én első jelmondatom, és ezt tanítsam meg a gyerekemnek, hogy nem nemet mondok, hogy összetoljon magam, hanem azt mondom, hogy megkérdezem anyát, hogy megkérdezem apát. Uh-huh. És akkor utána bármi történet. Nézd, és az egy fontos dolog, amikor azt mondja, hogy nézd, ott ül anya a padon, meg menjünk oda, kérdezzük meg. Hát ezek a dolgok, ezek szerintem fontos mondatok. A másik, hogy élete, bocsáss, mert én csak be akarom, nem akarom elfejteni, elfejtek mindent. Azt akartam mondani, hogy a másik fontos motto az a nemet mondani tudás. Én drogprevencióval foglalkozom nagyon-nagyon sok éve, és ennek az egyik legfontosabb elmondata az, hogy tudjon az ember nemet mondani, és ez ilyen nagyon picike korban is meg kell tanulni a gyereknek, hogy tudjon nemet mondani. Tehát ez azt jelenti, hogy mielőtt bármire igent mondanék, azért nekem egy picit gondolkoznom kell azon, hogy ennek van-e jelentősége az én kis helyzetemben, és elég információm van-e erről. Ha nincs elég információm, akkor abban a pillanatban mondjak nemet. Mondok nektek ad abszurdum egy örültséget, én óvodában is tartok drogprevenciót, és nevessetek meg ettől a dologtól, de tényleg így hívják ezt. És ott semmi mással nem foglalkozunk az apró emberekkel, mint azt tanítjuk meg nekik, hogy vannak a környezetünkben olyan anyagok, amiről tudjuk, hogy az nem veszélyes, arra teszünk egy ilyen mosolygós kis smile-t, amiről azt tudjuk, hogy veszélyes, arra meg egy ilyen bigyet szájút, és azt tanítjuk meg, hogy amiről nem tudjuk, hogy micsoda, az mind-mind veszélynek számít. Hogyha ezt megtanítom a gyerekemnek, hogy akit nem ismerek, akiről nincsen kellő információm, az én számomra idegen, akkor annak az embernek minden szempontból nemet kell mondanom, ha megkínál, ha elhív, ha beszélgetni akar, uh-huh. ha bármit akar velem, azt mondom, hogy nem. Tehát szülői felelősség elsősorban, ugye, hogy te hogy állsz hozzá. Azt gondolom, hogy szülői felelősség elsősorban. Nézzünk meg egy másik esetet, mert itt ugye arról beszélgetünk, hogy anyu ott ül egyébként a játszótéren, esetleg beszélget más anyukákkal, onnan 15 méterre játszik a gyerek. A gyerekem kicsit nagyobb, és közel lakunk az iskolához, és mondjuk 10 évesen már elmerjönni két utcasarkot. Nem vagyok ott, akkor mi történik?
Azt gondolom, hogy ezek a reflexek, hogyha a kicsikorban elindítjuk ezt ezzel a mondj nemettel, meg azzal a dologgal, hogy én nekem, ha nincsen kellő információm bármiről, akkor ebből a dologból én nem kérek, és ettől a dologtól távol akarom tartani magam, akkor ez már ebben a korban a gyerekben egy tudatos reflexé válik. Igen, ám, de hát ugye veszély akkor is ott, hogy megpróbálják elvinni, vagy esetleg erőszakkal elvinni. Ilyenkor mindig jönnek, hogy mit kiabálunk, meg hogyan kiabálunk. Én nagyon imádtam az Ovi Zsarut annak idején, biztos mindenki látta ezt a nagy opuszt annak idején. A legcsinevényesebb dolog az volt, amikor megtanította ez a nagy darab ember a gyerekeknek, hogy azt kiabálják, amikor valami olyan embert látnak, akik nem tartozik hozzájuk, hogy idegen. Én azt gondolom, hogy azért fontos, hogy mit kiabál, ha már kiabál, mert ha azt kiabálja, hogy anya meg apa, akkor... Például egy játszótéren vagy egy utcán, hogyha hallok egy gyereket, hogy kiabál, hogy anya meg apa, akkor arra gondolok, hogy úristen, már megint egy zűrös család, ahol a gyerek bonyít az utcán. Ha azt kiabálja egy gyerek, hogy idegen, arra én is fölkapom a fejem. A másik ilyen dolog, ami nagyon izgalmas, hogy kísérleteket végeztek arra, hogy a segítség és egyéb kiáltásokra milyen fajta reakciók vannak, és az igazolódott be, hogy a tűz van kiáltás az, amire az emberek odafigyelnek, semmi más. Tehát igazából például, hogyha én a kiskamasz gyerekemnek azt mondom, hogyha ilyen helyzetbe kerül, akkor ezt is kiabáljon, hogy nem, mert a nemre megint csak fölkapjuk a fejünket, vagy kiabálja azt, hogy tűz van, mert arra nagy valószínűséggel a járókelők, hogy a nyitott ablakon keresztül az emberek hamarabb fölkapják. Hát meg felkapják a fejüket még a bálabontásra, illetve az árleszállításra. Igen, lehet, hogy azt kéne ki, hogy akciósorúban. Igen, jól beszélünk. Igen, hozzászoktunk már valószínűleg a riasztókhoz is, tehát pontosan tudjuk magunkról, hogy szól egy riasztó az utcán, kis oda se figyel. Egyébként pedig, ahogy itt beszélgetünk, szépen lassan eljutunk a végső igazsághoz, ami a gyereknevelést illeti, hogy azért ez feltételez egy olyas fajta, olyan mély bizalmat a gyerek részéről a szülő felé, amit valóban igen. nagyon kiskorban kell elindítani, kialakítani, és hogyha ezzel elcsúsztál nagyjából 9-10 éves koráig, akkor nem tudom, hogy vissza lehet-e még csinálni. Hát a visszacsinálás szó az akkor lenne, tudod, akkor tudok valamit visszacsinálni, ha már volt. Kialakítani azt gondolom, hogy soha nem késő, és mindig van, hát persze mindig a kornak megfelelő technikákkal és módszerekkel, és minél később kezdem, annál nehezebb, mert aztán utána ott leveg a fejem fölött ez a rémisztő szörny, amit kamaszkornak nevezünk, amikor házi feladat tudja nem bízni a felnőttekben, amikor a anya meg az apa teljesen hűtett, meg elfelejtette, hogy már gyerek volt, blablabla. Tehát ezek az a történetek, amikor a technikának más kell lennie, és ha idáig elhúzom azt, hogy én kialakítsak a gyerekemmel egyfajta bizalmi kapcsolatot, akkor adjak hálát a Jóistennek, hogy nem történt még vele baj. Így van, és amit még mondtál, hogy a gyermeknek saját magában is meg kell bíznia, ami talán még nehezebb, hogy ahogy említetted, nemet mondani sokszor hasznosabb, mint folyékonyan beszélni. Pontosan. És a Zolinak a jelszavas módszeréhez mit szóltál, hogy ők egy jelszórendszert alakítanak ki a gyerekkel? A kankali sötétben virág. Így van, és addig be se engedi a gyereket a lakásba, váratja az ajtó előtt, amíg az azt nem mondja, hogy melyik az egyetlen villanyfényes futama forma. minden technikában lehet valami jó, tehát a jelszó dologban is lehet valami jó. Ez, hogyha otthon vagyok, és csak azt engedem be, aki tudja a jelszót, akkor az rendben van. De vannak bizonyos helyzetek, amikor én azt gondolom, hogy ez a jelszó, hogy kisebb gyerekeknél nehezen működik, persze, a kisebb gyerek nem tudja magában tartani az információt, meg nem is nagyon akarja, mert inkább ez egy olyan izgalmas játék. Egy dolgot akartam még nektek mondani gyorsan, mert nem tudom, mennyi időtök van. Már vége. Hogy van egy, már nincs, akkor csak ennyi, hogy mondd el. hogy van egy olyan technika megint szülőknek olyan nagyon sok szeretettel, amit én úgy hívok, hogy bombonjáték. A bombonjátéknak semmi más jelentősége nincsen, mint hogy ugye a bombon az kívülről csak és nem tudjuk, mi van benne. Tehát akkor, amikor bármilyen dolgot szeretnék a gyerekemnek megtanítani, vagy elfogadtatni vele, mint például ezek a dolgok, hogy hogyan kell nemet mondani, vagy hogyan kell visszautasítani bizonyos dolgokat, meg viselkedni bizonyos helyzetekben, akkor úgy játszak a gyerekkel, hogy ez ne ilyen adekvát arról szóljon, hogy most én elmesélem, hogy ki a rossz bácsi, meg a zsákos ember, hanem burkoljon bele, rakjon bele, csempészen bele valami olyan játékba, vagy olyan beszélgetésbe, amikor ugye általában mindenféléről beszélgetünk, és akkor mellesleg még legyen az a kérdés, hogy szerinted mit kéne csinálni akkor, amikor ez van, szerinted mit kéne csinálni akkor,
vagy mi lenne, ha ez történne veled, vagy mi lenne, ha azt történne veled. Mert hogyha itt adekvát módon nyomjuk bele a gyerekbe ezeket a dolgokat célirányosan, csak ilyen tematikával, akkor félelmeket alakítunk ki benne. Mm-hmm. És én azt akartam, hogy ennek a beszélgetésnek a végső üzenete az legyen, hogy az a gyerek védett, mondom, aki jól kommunikál, aki magabiztos, aki szívesen kommunikál az emberekkel, de pontosan ebből adódóan azt is tudja, hogy amikor beszélek, annak jelentősége van, és ugye nemeknek is van. Ezt szerettem volna. Tehát kommunikáció végtelen szeretet és beszélgetés. Így van, uraim. És nyitottság és önbizalom önmagunkba vetett. A gyerekben, így van. És egyébként pedig még azt szeretnék kérni a rossz szándékkal a gyerekek felé közelítő emberektől, hogy spenóttal és tökfőzelékkel legyenek szívesek elcsábítani őket. Mert arra határozottan érkezik. Így van, a nem arra üzenbiztosan érkezhet. Majsai László, pszichopedagógus, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. További szép napot tudok. Szia. Hármas ugrásra viszont lehet jelentkezni 0676450000, az SMS számunk, ezzel jövünk a hírek után. 3:49 múlt 4 perccel Szújó Zoli. De itt van Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jani, egy kis egy tapsos. Köszönjük szépen, bármi nem érdemeljük. Csapatjátékos. De nagyon drága vagy, köszönjük, meg azt is, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm, és hogy aktívan részt veszel a mai műsorban. Pécs 6-os kivezető Cserkútnál trafi, Bicsérnél útépítési munka Dezső, Egér út, Budapest 70-es út környékén baleset, ráadásul mindkét irányban torlódik, és ezt Timitől kaptuk. Trafi Kispesten a Hunyadi utcában. Azt mondja, hogy mi van még? Trafi a 6-os úton a 203-as kilométer kőnél a Pellérdi leágazásánál, bakcsomópont felüljáró a híd felé beállt. Nagyon lassan haladunk. Hát ez nem lehet itt kérdés. Az eső, elővettük a négykerekű esernyőket, úgyhogy torlódik a város. És sajnos, így kell fogalmaznunk, mert hogy az idő miatt sajnos ezen a héten zajlik ugye az Európai Mobilitási Hét, aminek pont az lenne a lényege, hogy aki csak teti, tegye le az autóját, és valamilyen alternatív közlekedési eszközt válasszon helyett, mondjuk tömegközlekedést, vagy kerékpárt, vagy esetleg menjen gyalog. De manapság már olyan jó esőkabátok vannak. Ja, és jóval olcsó, mint az autó. Van, amelyik betegszik mondjuk egy autó árával, ilyen technikai ruházatban, de hogy olyan jó dolgokat gyártanak már. Nagyon-nagyon sokan írtak az előző fél óra témájára, ugye az elrabolt, elcsábított gyerekek, nem is tudom, hogy pontosan mi a jó kifejezés, remélem, hogy tudtunk vele segíteni, hogy három gyakorló apuka is elmondta, amit gondol, ezzel nagyon sokan egyetértenek, és aztán pedig még ugye Majsai László pszichopedagógus is talán segített rajtunk egy kicsit. Szerintem az önmagában már segítség, hogy beszéltünk róla, és igen, valahogy föl kell készíteni a gyereket ezekre a dolgokra, de oda kell rá figyelni, mondom, nincs nagy titok, meg nagy igazság, oda kell rá figyelni a gyerekednek a reakcióira, és egy tényleg egy bizalmas viszonyt kiépíteni. Könnyű ezt mondani, nehéz megcsinálni a gyakorlatban ezt. Mert hogy azért ezt az arany középutat eltalálni, hogy az ős bizalom, bizalmat ne váltsa fel az ős bizalmatlanság, vagy tehát, hogy valahol a kettő között ott azért meglegyen az arany középut, ez borzasztó nehéz. Beszámolunk róla 10 év múlva itt az adásban. Mindig mondom egyébként, hogy a gyereknevelés az egy élő ember kísérlet, és majd nagyjából 20-25 év múlva megmondom, hogy sikerült-e. Szóval hát vannak kérdőjelek nyilván egy szülőben is akár. És majd a lányom majd panaszkodik, hogy apa, megint elment egy 24 éves lány. Az élő ember kísérlet kapcsán. Hármasugrást játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Timi, szia, jó reggelt! Sziasztok, szép jó reggelt kívánok! Hármasugrásra jelentkeznék, még sosem játszottam. Ilyet írtad, és 4 gyerekes anyuka vagy. Gratulálunk! Köszönöm szépen. Mi a leosztás? Hány lány? Hány fiú? Milyen idősek? 2 fiú és 2 lány, 14 éves a nagylányom, 7 és 6 évesek a fiúk, és egy 2 éves pici lány. Na hát akkor gratulálunk, nagyon szép nagy a szórás. Ment-e már el valamelyik valaha idegennel, illetve hozta-e már rád a frászt, hogy esetleg eltűnt? Idegennel még nem mentek el, mert szerencsére ilyen szempontból elég bizalmatlanok, viszont úgy hozta rám a frászt az egyik gyermekem, hogy az egyik nagy áruházba fogta magát, és szépen eltűnt, mert ő bújócskázott. Klasszikus, és jól sikerült a bújócska. Igen, mert leverte a kristályvázat, és ki kellett fizetni. És hogy lett meg? Bemondattad a nevét, hogy várják a jégkrémes pultnál? Vagy? Hogy nem, hát az egész áruházat lezárták, mert ez egy ilyen, hát ilyen építkezési áruház volt, és ő úgy gondolta magát, hogy fogta, és az egyik szekrénybe belebújt. Aranyos. Hát emlékezetes bevásárlás lehetett. Ja, még a homokozónál is kereshetted volna, ha már ilyen építkező áruház. Jönnek a hármasugrás kérdései. Itt az első kérdés egy dedikált nyakbaakasztóért. Hogy hívják Vuk nagybátyját Fekete István regényében?
Karak. Ez az, anyuka, hát ezt tudni kell, megvan. A második kérdés egy dedikált, azt hiszem, bevásárlószatyunk van. Vagy egér alá tétő. Attól függ, melyik dobozban nyúlnak a kolléganők. Melyik kontinensen található a Kalahári sivatag? Júj. Huha. Kalahári. Az. Volt egy nagyszerű film is, ami ugyanitt játszódott. Kalahári sivatag, mondja egy kontinenst. Hát talán Afrika. Éjj, persze. Na, hát, jó. Van sok sivatag. Jó, és akkor tegyük fel az íra a pontot. Ez egy sportos kérdés lesz, tehát még megállhatsz esetleg, úgy érzed, hogy nem kéne bevállalni. Hát, maximum bumozunk egyet. Maximum, na. Így van. Timi, akkor jön a harmadik kérdés dedikált bögréért. Melyik város első osztályú labdarúgó csapata a Chelsea FC? Chelsea, húha. Jujuj. Na, biztos fog ez menni. Nem biztos, de legyen London. Éreztem! Így van. Éreztem, ügyes voltál. Akartam mondani, hogy egy nagyon nagy városnak, hova tovább a fővárosnak egy város részéről van szó egészen pontosan. Hát tényleg, ennyi. Jó kell csinálni, meg volt mind a három. Sallangmentesen. Kis gondolkozással, és ha tegyük hozzá egy kis szerencsével. És a fene egye meg, hogy nem látom miatt a Timi a Boom szoftvert. Pedig annyira kíváncsi voltam rá, de örülök a sikerednek. Megmondom őszintén, hogy egyetlen vendégünk sem láthatta a Boom szoftvert, aki látta, az nem jöhetett többé. És az sehova. Már nem él. Így. Oké, akkor én sem akarunk. Gratulálunk, Timi, ügyes voltál nagyon. Köszönöm szépen. Megvan mind a három ajándék, óriási gratula. Puszi a gyerekeknek, vigyázzatok magatokra, hello. Nektek is, sziasztok. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. 5 perc múlva lesz 9 óra, hírekkel folytatjuk. Utána, kedves Zoli, neked olyan szerencsében van részed, hogy te azt még el se tudod képzelni. Na. Egy olyan fantasztikummal, egy idollal, a testtel, magával, a szellemmel egy és a hanggal. Egy élő legendával? Így van. Egyben fogsz majd találkozni, ami, vagy aki nem adatott meg minden egyes vendégünknek. Gyerekek, beleremegett a térdem, verejtékezik a homlokom, kitágult a pupillám és az orcimpám. Ezt nem mondjátok, hogy jön ő. Ő maga a hírek után itt lesz velünk. Kasza Tibi! 4:10 lesz, 5 perc múlva, jó reggel. Sziasztok, Szújó Zoli, a ma reggeli vendégünk. Tapsot nem tudok neked most adni. Átültél, pozit. Találom. Köszönöm szépen, nagyon jól esik. Nem. Ott van valahol, csak ilyenkor most Tibi ül azon a helyen, és nyilván kiúzta megfelelő kábeleket, hogy ne a Bakcsomópont felüljáró a híd felé beállt, nagyon lassan haladunk, 100 métert mentünk 15 perc alatt, ezt Vézétől kaptunk, Kőbányai útnál a stadionok felé, a körútnál két autó koccant a belső sávban, Népligetig áll a dugó, valaki mondja meg, miért nem lehet tovább menni a 4-es úton Monortól Pest felé, baleset van Kriszta, Nagykátán nem középszerű a torlódás útjavítás miatt, ezt pedig Edétől kaptuk, és kedd 9 óra után nem jöhet más, mint minden kedden a Hungária és az Ünnepi Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lútbőrözve ébred az ország. Sebastiano Barazzo. Velük tart az olasz konyha nagy mestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana, Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat. A főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret. Ő nem más, mint Tibi for President! Tibi! 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 Annyira vártam már ezt, hogy ebben az effektben én is részt vehessek. Milyen élőbe bekapcsolódni ebbe a történelmi effektben? Mondtam még egyszer, levegőt is alig merek venni, itt ülsz mellettem, komolyan kargyújtás. Nyugodtan. bár jött egy SMS, üzenem a Kasztának, hogy Zoli jobb fej, úgyhogy kellemetlen lehet neki az előttem az utólom szituáció. Néha jönnek olyan SMS-ek, amik alapvetően nem humorosak, csak igazak. Amiket is értetek, mi? Fogadd el. Egész egyszerűen ezzel nem értünk most egyet. De ettől függetlenül én is hallgattam az adást, és amit tényleg tök jó vagy. Jaj, igen. Megmondanám. Zoli is nagyon várta egyébként ezt a találkozást, és remélem elkészült a közös fotó. Egyébként már láttuk, és nem meglepő módon csak a Tibi arca fél föl. De igen. De nem, én megmondtam a Zolinak, hogy tök jó, én tök őszinte vagyok vele, mint ahogy azt is megmondtam, a hölgy meg tök szar. Tehát, hogy
próbálom ezt a dolgot, teljesen az őszinteség. Kicsit elfeküdtem ma reggel, csinálunk egy közös képet, addig nyugodtan beszélj, vezesd a műsor, én meg figyelek és tanulok. De nem, ez az első hír rögtön a felvezetés, az rögtön olyan dolog, ami ezt kell lesz nekem. Vagy ilyen oda is mellé. Gyere, simulj hozzá. Gyerek, ez egy rádió műsor, tehát tényleg az van, hogy csókokat dobtok. Rögtön egy sportalapú hírrel szeretném kezdeni a megszólalást. Mennyire gondoltátok azt, hogy én meghatározó alakja vagyok? Semennyire, már most mondom. A Pest megyei harmadosztályú északi csoport futball mérkőzéseinek. Várjál, messzerül indulunk? Pest megyei harmadosztály, annál lejjebb azt mondom, a harmadosztály B, három B-ban. Hát ott már akkor göröngyös a pálya. Tehát ami ennél lejjebb, már göröngyös kerülgetés. Nincs pálya. Na figyelj, de mit mutatom ezt, kaptam egy újságcikket, egy fellépésemen, úgy, hogy nem tudtam róla, befolyásoltam a magyar futball életet, és nekem el is küldték konkrétan a cikket, amiben az áll, mutatom nektek, Kassa Tibi koncert kellett a Nagymaros 2 sikeréhez. Imádom a címeket! Srácok, vagy meccs, vagy koncert, hát inkább. Figyeljetek, ha nem teszitek oda, beültetünk benneteket a Kassa Tibi kemény magba. Rohadjunk! Ez az! Na mit is? A vezető edző nyilatkozik, a következőt mondja, Vitányi László úr, vállalta a nevét, érdekes módon. Ami veled kapcsolatban. Nem az első eset, hogy nehézkesen tudjuk felvenni a Megye 3-as bajnokság sajátosságait, azonban Kassa Tibi lelkes koncertjének köszönhetően sikerült begyűjtenünk a 3 pontot. Jár a taps és a sikó. Van egy taps. Ez igen. Gondoltátok volna, hogy új dimenziót hozok a magyar futballba. Kassa, a legális dopping, az engedélyezett teljesítmény növelő, maga a tesztoszteron bomba tulajdonképpen még így a színpadról is átsugárzod az energiát. És úgy, hogy mennyi embernek lehetek hatással úgy az életére, érted, hogy nem is tudok róla, érted, hogy mi mennyiségű jót teszek a világgal, így mandinerből, lepattanóból, érted? Mert nincs minden koncerted után újságcikk, tehát párok jönnek újra össze. Párok jönnek össze, gyermekek fogannak, futballmeccsek tőlnek el, nőni kezd a fű. Amerre járok. Tehát, igen, és egyébként meccs is volt a 3 pont begyűjtés mögött, vagy pedig csak nem tudták befizetni a licenszt. Nem, a másik csapat nagyon whitefülű volt, és visszalépett, amikor megtudták, hogy én lépek fel a falunapon. Ne, figyelj, te döntöttél már foci meccset? Soha. Feri? Én se. Zoli? Soha. Ki a király, halkan kérdezem? Na, most tapsot mondjuk nem kell. Egyszer döntöttem el, amikor nem álltam be a kapuba. Jó. Ki az edző? Ki volt az edző? Bocsánat. Vitányi László. Vitányi László szerintem most azon gondolkozik, hogy hogyan lehetne ezt tovább fejleszteni. Legközelebb most te moshatod a szerelést az edzés után, vagy... Ez lenne a tovább lépés? Vagy kabala figura lehetnél? Egy kasza kabala figura, vagy egy kasza tetoválás mindenkinek a bokájára. Aha, tessék. Nem combra, és akkor mert ez látszik. És akkor nem bokán rúgták, hanem kaszán rúgták. Elkaszálták. Igen. Na mindegy, csak azért akartam, hogy tudjátok, hogy ilyen hatással vagyok. Mondom úgy, hogy nem is tudok róla, ilyen hatással vagyok a világra, de jelen pillanatban nem a legális sportdopping lényem, vagy létem az, ami böki a csőrömet. Ami böki a csőrömet. Egy új rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy új rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk belederni a csúfot. Figyelj, azért ez a rovat már csak az ős robbanáshoz hasonlítva új. Tehát, hogy azt érted. Zolinak új? Zoli életében először ül ebben a forradalmian új rovatban. Egyrészt igen, másrészt pedig soha nem ültem még ennyire közel olyan emberhez, aki... Így köpköd. És aki ilyen arcátlan módon építi a saját mellszobrát most már hosszú-hosszú ide. És nem, az már megvan, most már csak fényes. Most vonogatjuk be arannyal. Te ismerted egyébként a dumát, a beleverni valamibe a csúfot? Nem. Te se ismerted? Nem ismertem. Milyen film, és sötét lukban nőttetek föl, és leengedtek időnként egy tálétet ki? Ez valószínű, te álmodtad egyszer, igen. És azt hitted, hogy ez már benne van az aktív szókészletben, vagy szókincsben, de nincs. De neked köszönhetően beemelt. Bekerült. Tehát ennyi következik. Nem csak a harmadosztályú meccset, hanem ezt is. Ezt is eldöntöttem. Rendbe rakom a magyar mondásra. A magyar nyelvnek is új irányt adsz, Tibi. Tényleg, mi van a logopédussal? Hát figyelj, szomorúan értesültem az öngyilkosságáról, de azóta keresünk valakit, akinek van kedve velem foglalkozni. Jó, a böki a csőrömben most rögtön egy címmel kezdünk, és akkor ahhoz társítjuk a magyarázatot. Ami most böki a csőrömet, és utána majd ezt kicsit kibontjuk, az nem más, mint a feleslegesen kényszerűen megtett áruházi kilométerek.
Mond ez valamit? Hát így még nem, de ha kibontod. Na, elmondom nektek, bemész a hiperbe, becsaliznak, van bejárat a bal oldalon is, meg egy kilométer larrébb a jobb oldalon is. Te bemész bal oldalt, gondold, akkor benn vagy az üzletbe, ekkor szembesülsz azzal, hogy vásárolni, rohadtul csak a jobb oldalon lehet bemenni, ekkor szépen körbesétálsz, megteszel egy ilyen félmaraton, majd kijössz egy darab tejpóról, és addigra gyakorlatilag lejártad a lábadat. Ugye jön a trükkös, ugye a kassa, aki szeretne keresztbe átmenni a kasszán, mondván celeb vagyok. Celeb vagyok, és egyébként az én nevemet viselik. Mondván celeb vagyok, az menjek már rajta, hogy nem akarok. És figyelj, rádvetődik kettő darab ilyen kigyúrt, ilyen TJ Hooker, és onnan kivonszolnak, hogy a kasszán befele soha. Na azt nem értem, hogyha senki nem áll a kasszánál, mert van olyan, hogy ott te miért nem mehetsz keresztül? Mert mi van, ha belopsz valamit, és nem stimmel a leltár? Ja, mondjuk, hogy többlet van? Mondjuk bedobsz egy lobot, beviszel magaddal egy doboz gyufát, és az nem volt benne. Tehát, hogy plusz van, az nekik ugyanúgy probléma. Aha, múltkor kivel fordult elő, hogy becsipogott egy ilyen bevásárlóközpontban kifelé? Nálam, a nadrágomból nem vették ki ezt a izét. Egy ilyen két hete vett nadrágban voltam, és nem vették ki belőle ezt a vackot. Mert a reakció ugyanaz, tehát jönnek a marcon a biztonsági őrök, és azonnal gyakorlatilag, mint egy amerikai futballmeccsen, egy touchdown-t akarnak. Belső motozás. Abban a pillanatban belső motozás egyébként. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag, hogyha mint csak be akarnál szaladni valamiért, akkor is körbekergetnek téged. Akkor is körbekergetnek téged. És így rádugrott a biztonság, és ott, ez a kassa, persze, akarsz fotót? Én vagyok. Kérsz autogramot, kisöcsi. Egyébként, hogyha belegondolsz egyébként, és nem akar, és ez picit előrejtíti azt is, ugye, hogy mennyire fogom megadni neked. Ugye nem fogod kiírni, hogy ahhoz, hogy tudjad, hogy egyébként hol van a bejárat, és mikor nem kell majd sokat sétálnod, az legfeljebb kétszer kell elmenni egy áruházba, mert egyszer, amikor benyalod ezt a sztorit, második alkalommal már csak emlékszel rá, hanem szelektál a memóriát. Igen, mert ezen a végén van, másiknak azon a végén van. Még ugyanazon áruházlánc se ugyanoda teszi a bejárat. És honnan tudod, hogy nem olyan vagyok, hogy én soha nem szeretek kétszer ugyanott vásárolni. Mondjuk ez is igaz. Szeretem megszínezni a dolgot. És egyébként meg rohagy meg, hogy kinyírt a dolgot. Jó, de tovább viszem egyébként, mert van egy másik, ugye, ami az egyik legismertebb bútorbolt, ahol meg mondjuk beugranál, hogy mondjuk bekapsz egy ízét, bekapja el egy kis húsgolyót. Hát azért, hogyha láttál már kiadós sétát a különböző, nem tudom, lapra szelelt bútorok erdejében, azért, hogy mondjuk megehessél egy vaníliafagyit, akkor az azt tudjátok, hogy nem mondjuk. Hát sokszor a szekrények, a nyílászárok, amiken át lehet haladni egy lombfűrésszel, érted? Vász magadnak egy kis lyukot. De az meg van, tehát, hogy ott is végigvezetnek téged minden földi jó. És ez szándékos. Bocsánat, ott úgy vezetnek végig, hogy kijelölt gyalogösvény, hogy nyillal. És azon, hogyha visszafelé indulsz, akkor is megrúdosnak. Hát persze, nem lehet visszafelé jönni. Van egy-két egyébként, hogyha sokat jársz, akkor már rájössz, hogy vannak ilyen átjárók. Na, bizony. Tehát azt mondja, hogy ha a Konyhasziget felé akarod venni az ott irányt, van Narnia. Arra, Narnia, igen, de ha itt levágod balra, akkor te már is a gyerekosztályon vagy, és onnan már csak egy kilométer a húsgolyó. Na, de jó, mondjuk hozzáteszem, az én párom sem öreg, tehát az a gyerekosztály őt is nyilván megérinti, de azért nálatok ez egy aktívabb kérdés, tehát már célegyenes vagy, már a szádban érzed a húsgolyó ízét, nyilván Jani nem, de abban a pillanatban a gyerek ott letáborozik ennél a jól felszerelt ilyen kis blüssös játszóháznál, onnan nem hozod el, nem? Az én lányom tévesztethetően megtalálja a legrövidebb utat a húsgolyóhoz, tehát komolyan? Őt persze, illat után megy, ő tudja, hogy nem dől be már semmiren, csak a húsgolyó meg az áfonyomártás. Nem, a rossz az egyébként, hogy a célegyenesben vagy, és a célegyenes jobb, illetve bal oldalán végig plusz figurák vannak, amiből olyan könnyű fölkapni egyet, ráadásul még egyébként olcsó is, és a gyerek nem tud neki elmagyarázni, hogy figyelj, nincs szükségünk a 628 plusz répára, meg plusz nyuszira, és az a nehéz kör. Tehát úgy átmenni ott, hogy ne nézz jobbra, ne nézz balra, csak a húsgolyó lebegjen a szemed előtt, mindjárt ott vagyunk. Az kemény, az egy igazi embert és szülőt próbáló feladat, ott átvinni a gyerkőcöt. Felesleges kérdeznem, bár várom az ítéletet, hogy a feleslegesen megtett áruházi kilométerek jogosan bökik a csörmet, vagy milyen mértékben? Kettes szintű csörgökés. Ezért kár volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Ez jó! Ez még nem maradtam. Megadjuk egyébként, megadjuk... A mentségükre legyen mondva, hogy nyilván profitot kell termelni. Érted? A kenyér is van azért a legmesszebb sarokban, a nagy bevásárlóban, hogy végigmenj a sarok között, és közben fölcsillanjon a szemed, hogy nálad is van mindig 2-3 töltelékdalas lágerig.
Nem, én ugyanezt akartam. Én ugyanezt akartam mondani egyébként, hogy nem. Tehát, hogyha engem is meghívsz a koncertre, abból is lehet kicsit venni, de jó. Tehát van fél órás, de szórakoztató, egészen másfél órás. Tehát, hogy ott ki eldöntheted, érted? Nem kényszerítelek bele téged a másfél órás élvezetben, még akkor is, hogyha tudom, hogy ez komplett csapatok, foci csapatok karrierét változtatja meg. Most, vagy ezt is tudjuk. Igen, plusz hát a te koncertedről ki lehet jönni, nem? Persze. Nem mindig, nem hát mindig. Úgy is van ráírva egyébként a setlistére, hogy büféblokk. Ott van a letépthető perforált kaja. Sokan kérdezik egyébként teljesen jogosan, hogy a román meccs előtt azért énekelhetté volna a Gyugyéknak egyet. Hát figyelj. Tanultunk belőle. Igen. Tehát minden olyan meccs előtt, amivel egy kicsit tüzet akarunk belecsempészni, semmi más nem kell tenni, kasszatibi koncertet betolod, és a hazai csapat automatikusan. Tehát aki fizet, aki meghív. A megrendelő, aki utána aki nála ott lesz a számla másolata. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy a megrendelő csapat nyer mindig. Igazán bátor lehet, hogy kimész egy gyep közepén, és azt mondod, hogy és a hazai drukkereknek most pedig előadnám sok szeretettel a székely himnát. Igen. Nem jöttél volna haza, de biztos, hogy szobró lett volna. Egyébként gyanús vagy te nekem. Hol voltál azon a hét végén? Amikor a románokkal játszottak Bukarestben. Nem. Éppen dübörögtem. Borda kivételem? Nem. Éppen dübörögtem valahol, mert tudjátok, falu még el lehet engem sütni. Ott még szeretnek, mondd így. Ami nagyképű, de nem fűzöm tovább, csak nem tudjuk, hogy esetleg nem adtál egy szuper titkos bukaresti koncertet a román válogatottnak. Hát. Lehet, hogy ez történt, hogy bedopping voltam őket. Eladtad a lelkedet? Nem. De nem azért húztam az időt ez a rengeteg földi jóval, a sportot meghatározó lényemmel, a felesleges áruházi kilométerekkel, mert nincs esetleg valami igazán magvas a feszítő dolog a tarsolyban. Tibi, ezt mi nem kérdezhetjük meg, a tarsolyodat és a feszítő magvaidat. Ez csak a Balázs kérdezheti meg, hogy azt hittem. Próbáljuk meg a Zolit bedobni a mély vízbe. Kérdezd már meg, hogy nincs. Hogy van-e csak nálam valami, ami. Hogy ennél értékesebbet hoztál-e? Nem jó. Úgy kérdez, hogy tényleg nincs nálad semmi értékes? Tehát, hogy nincs nálad semmi? Most ezzel jöttél, Tibi? Hát Zoli, én nem tudlak, hogy kimentem, ne legyél olyan béna. Az a válasz, hogy de van, tehát erre kell kérdezned. Tehát nincs nálad semmi olyan, ami valóban izgalmas és érdekes lehet ma reggel? De van! Köszi Zoli, mert én már kerestem egy tollat, hogy a torkomba szúrja. Én is próbáltam ez a számítógépegére fölvágni az ereimet. Jó, találtam egy cikket 1955-ből. Na. De friss vagy. Napra kész vagyok mi. Igen, de egy almér olvasol te 55-ös cikkeket. Mert engem az izgat. Jó, igen, arra gerjedek. Kicsit csúszott a posta. Igen, nálunk lassabban jönnek meg a dolgok. 1955-ben született egy könyv, egy kézikönyv nőknek, ami arról szólt, hogy hogyan bánjunk a férjünkkel. Tehát az ideális háziasszonyt, az ideális feleséget, házastársat próbálták meg kinevelni, és ebből egy ilyen kis összesítést találtam, és ezen szeretnék veletek végigmenni. Én is most már, hogy egy hosszabb együttélésben benne vagyok, és ez hosszabb, mint 2 hónap. Aha. Ami nagyon fontos, tehát azt látszik, hogy tartós párkapcsolatban élek, ugye? Mi tehát, magunk hogy... is szorítottunk szegény lánynak, hogy idáig kibírja. Abszolút. De meg vagy. Hát és figyelj, és egyébként a lánc alig dörzsölte még ki a lábát. Tehát, hogy abszolút nem látszik, hogy hol van oda láncolva a fűtéscsőhöz. De nem akar elmenni. Nem. De a lényeg az, hogy egy kicsikét menjünk ezen végig, ti is csináljátok nekem kedvet a házassághoz, és nézzük meg, hogy milyen egy ideális házastárs. Ez leginkább most a páratokra fog vonatkozni. Mindenki picit elmélázhat azon, hogy az ő párja ilyen-e, vagy ő hogyan reagál erre. Tehát már mondom is neked, nem tudom, miért ezzel kezdődik a cikk, de biztos azért, mert ez nekünk fontos. Tehát egy ideális háziasszony. Készíts el a vacsorát időben, már reggel vagy akár előző este tervezze meg, hogy a férjét finom vacsora fogadja, amikor hazaér a munkából, így adja tudtára, hogy gondolt rá, amíg ő dolgozott és gondját viseli a szükségleteinek. Na, hát akkor ez nálunk már megfúródott, mert ugye én főzök. Hát, nem jó akkor. Papucs? Ugye? Ezt már akkor írom. Ferinél mindig zicser. Tehát, hogy ő mindig eltervezi, hogy meglepi majd saját magát holnap meleg étellel, és úgy is lesz. És megvan, érted? Tehát, hogy nincs az a faktor, ami olyan sok családnál megvan, hogy jó lesz-e a vacsora, vagy se. Mert jó lesz. Mondjuk ebbe igazad, ugye? Nálatok anya rögtön, tehát előző nap már kitalálja, hogy minek örülne Janika, amikor hazajött, tehát hogy ilyen el... Hát egyrészt Janikának az anya meg az apám hívott, úgyhogy talán erről pattany löcsi. A másik meg, hogy az én nejem ugyan serényen sürök forog a konyhába, de leginkább fogyaszt, tehát hogy nem én főzök.
Gyereke. Ugyanúgy, hogy a Feriéknél is. Na, akkor én vagyok a kakukktojás, mert én viszont van. Nem azt mondom, hogy elvárom, de baromi jól esik. Tehát nálam 10-ből 10 pont ez a megállapítás. Ugye? Amikor a kedvesem azzal fogad, hogy főztem neked a kedvencedet, tegnap például sajtos krumplit készített, ami a világ legegyszerűbb vépere, étele. Vébere? Igen. Vébere-rel élsz. Van egy olyan grillező is, tudod. Világ legegyszerűbb. Tavasztól összig, igen. Tehát a világ legegyszerűbb kajája, karikára vágott krumpli sajt tetején sajt be a sütőbe, és isteni finom kaja lesz belőle. És amíg félre áll egy kis krumpli vagy sajt. Nem lehet földobni egyébként valami egy sajttal? Vagy krumplival. Hát egy kis krumplival. Szóval, és hogy amikor oda teszi eléd, hogy jó étvágyat, vártalak, megjöttél, itthon vagy, ez annyira jó lesz tud esni. Hogy... Itt folytatja a cikk egyébként, hogy a férfiak többsége ugyanis éhes, amikor megérkezik a munkahelyéről, és kedvenc ételének elkészítésével kielégíti a meleg fogadtatás iránti vágyát. Ennyi. Teljesen. Tehát nálatok akkor azt kimondjuk, hogy nincsen meleg fogadtatás. De nekünk máshogy elégíti ki a vágyainkat. Így van. Tudod? A perverz mindened. Nem, azzal, hogy föltekeri a fűtést, mert úgy szétszik. Nálatok van meleg fogadtatás? Ez egy ilyen kulináros önki, érted? Mi saját magunkat elégítjük ezen a téren. Jó. Tehát önmagatokat fogadjátok melegen. És mindig tudod, hogy igazán mire vagy. Akkor Zolinál 10, Janinál nálam 0-0. Ez nálatok nincsen meg. Jó, megyünk tovább. Na ez viszont jó. Készüljön föl a fogadására, pihenjen 15 perccel az érkezése előtt, hogy így jön, friss és üde legyen, amikor párja megérkezik. Mi van? 15 perc pihenést előírnak az asszonynak, hogy friss, üde, frappáns, szórakoztató legyen, amikor mi megérkezünk, és egy kis welcome produkcióval tudja rögtön indítani. Ez szerintem... Hogy engedje el a napi gondokat. Igen. Ugye, csak az legyen, hogy érkezik, jön haza. Hogy negyed óra, és akkor így elfekszik. Akkor elfekszik, belelakszál, és utána úgy fogad téged az ajtóban, hogy hepp! Egyrészt igen, de ugye már abból tudom, hogy jó lesz az este, amikor érkezem haza. Jó lesz a teste. És ezt javaslom neked is, hogy az utca végén már ki van gördítve a piros bársony szőnyeg, és égnek ezek a fáklyák két oldalon. Nyilván. Hát akkor, és a szőnyeg végén ott gőzöleg egy jó nagy társajtos krumpli. És mellette horkol a feleségem, aki még relaxál. Horkol? Vála Istennek. Na, szóval, hogy ez a fogadás, ez megint csak azt gondolom, hogy igen, nagyon kell, hogy vagy valódi, őszinte kíváncsiságot mutatunk, tehát nem csak egy foghegyről odavetett milyen napon mi van? Volt, hanem, igen, mi van, hanem hogy vagy, drágám, éhes vagy-e, mi volt a munkahelyen? Abszolút. Lehet, hogy én vagyok a vaskalapos? Nem, hát te csinálod jól, ez pont ez a lényeg, hogy megnézzük, hogy hol olyan, a meleg fogadtatás. Megyünk tovább. Itt egy kicsit a dekorra mennek rá. Neked érintőképen jössze számít? Nem, csak ennyire hülye vagyok, hogy nem, ezt nem szövegbe írtam, és mutatom ki. Igazítsa meg a sminkjét, tegyen szalagot a hajába, és nézzen ki frissen. Az ön férje sok időt töltött a munkahelyén fáradt emberek között, legyen érdekes és vidám. Ez jó. Ezt adom. Párod tesz szalagot a hajában, amikor hazaérkezel? Mindig. Nálunk reggel is szalag van, és ha nagyon vár, akkor két szalag. Nálatok, Jani, a szalag bekerül, amikor mész hazafele? Nálunk mindenen szalag van. Van egy szalagos fánki. Figyelj, nekem szokott beletenni. Mindig hazamegyek, és akkor beletesz. Picit babra, tehát, hogy elég sokat kell vele molyolni, de nagyon szép vagyok szalagban. Erre egyébként egy komoly jelzésrendszert lehet építeni. Tehát, hogy milyen hangulatban van az asszonyka. Te szép a szalagod. Melyik az útelágazád, ezt már mások sem tudták kihozni. Ez már volt, akinek gondoltok. Melyik irányba vigyük tovább az estét a beszélgetést? Hogyha fekete szalag van a hajában, akkor tudod, hogy odaégett a sajtos krumpli. Abszolút, így van, ha jobb oldalon van a két szalag, ha másik oldalon, akkor erre vigyük tovább az estét, ez jó, erre lehet építeni. Hmm. Tehát akkor szalagot minden nő hajába, ugye? Ez kimegyünk. Így van, és legyen máshova. Ma nem a hajamba tettem a szalagot. Keresd a szalagot, kicsi húzál, keresd a szalagot. És akkor lehet az tényleg, hogy ez jelent valamit, egy plusz tartalommal bír, lehet felhívás arra, hogy akkor ma támadás van, ma visszavonulás. Jó, tehát akkor szalagot minden nő hajába. Így van, igen. Na kivétel most... sinél a konal. Igen. Most jön egy olyan, ami... Szalagot ragasztottam a homlokomra, nézd szíve. Így van, itt a pihenésünkre próbálnak gondolni, csökkentse a zajt. Amikor férje hazajön a munkából, kapcsolja ki a háztartási berendezéseket, és mondja meg a gyerekeknek, hogy ők is csendesedjenek el, legyen boldog, hogy láthatja őt. Zaj, egy otthoni házi munka, amikor hazajöttél, hogy ne a kokain azt a pusztulmányos porszívózást megcsinálni. A rohadmányos centrifuga ne akkorra legyen beidőzítve, amikor ledőlnél, nem? Nagyon jó. A mikró ne akkor legyen pont...
amikor pont nagy nehezen elaludnál. És hogy gyerekek ne akkor akarjanak beszélgetni, amikor hazaértél, ugye? Rohadjon meg minden zaj. Ne üdvözöljenek hangosan, csak integessen. Igen. Igen. Apuzi, szeretünk apa feliratot várjanak. De nálad, Tibi, egyébként mi van? Tehát, hogy itt a párocol a Gábornak, hogy maradjon csöndbe. Mert hogy nincs még gyerek. Nem, de te meg a Gabesz már jó ideje nem lakik ki, hiszen szadámas. Én a párom. Elláncoltam a fűtéscsőt. Nem, hát a párom alakul, de a párom meg ráadásul mániákus takarító. Tehát, hogy ő nála ez a kicsi, most kell centrifugázni, ezt nem hiszem el! De nálunk ez abszolút van, tehát rohan föl hozzám csillogó szemre, hogy kicsim, fél órás program van a mosogatógép, mondom, takarodj már, a mosogatógépről se tudtam, tehát hogy olyan szinten nem érdekel. De egyébként ez tényleg egy kardinális kérdés, hogy nagy nehezen mondjuk hazaesel egy ilyen fárasztó, átdolgozott nap után, tudod, amikor én kimegyek a kertbe, kapálgatok, fölásom fél szadát, tudod, ott telepítek ezt. Ja, és akkor ott megindulnak ott utána az otthoni zajok. De akkor legyen csend nálatok. Bizony. De abszolút, abszolút. Hát ez szörnyű, hogy csalódás lehet, hogy hazamész, és se sajtos krumpli, szalag sincsen a hajába, és ráadásul még porszívózik. Itt még rengeteg dolog van egyébként, majd erre még rámehetünk, de alapvetően van egy érdekes fogalom, amit még ennek a cikknek kapcsán kerestem, és próbáltam föllenni, és ez újra benneteket érint, maga a házastársi kötelezettség. Aha, hát fogalma. Ez oda szólj a férfiaknak, én ugye nem. Én a gyerek csinálással el vagyok. Szóval akkor titeket kérdezlek, hogy a házastársi kötelezettségek köre, ez pontosan miből áll? Mert az a baj, hogy egy kicsikét belekeveredett az ágyban való virtuózkodás is, ugye? Tehát, hogy az is egy ilyen kis tör, hogy az is egy kötelesség, ugye? Igen. Mi az egy nőnek? Igen, zavarba. Én most nem érzem itt a határokat, hogy meddig mehetünk el fél tízkor. Már bármeddig. Fél tízkor. Bármeddig majd szól. Figyelj, itt csak te bármi. Tehát mik egy férfinél, vagy férfinál a házastársi kötelezettség, és mik egy nőnél? Tehát, hát... Most hozzuk a férfit, mert eddig a nőket próbáltuk meg szalaggal, ezzel egy picit helyzetbe hozni. Most vegyük egy picit magunkra, hogy ránk mi vonatkozik egyébként? Tehát nekünk mi kötelező? Nézd, hát én szakértő szemmel meg tudom nézni az esti meccs közvetítést, és tudok arra figyelni, hogy másfél-két méterestén nagyobb sugarú körben ne legyen elköpködött tökmakhéj. És ezzel te már ünnepelteted magad, hogy te megfeleltél odafigyelek, a háztartási kötelezettségnek? Odafigyelek, és remekül ki tudom elemezni a balbek és a jobb szélső játékát. Uramisten, mindenkinek ilyen férje, ugye? De tényleg. Tehát nem, és akkor kincs. Az ideális ívekről még nem is beszélgetünk. De akkor csöndbe kell lenni mindenkinek. Hát az a minimum. Jó, de még mi mindig nem jó íven vagytok. Tehát mi a mi kötelességünk? Tehát eltartani a családot, készpénzt vinni, haza befizetni a csekkeket. Na de hát akkor... Hát ez nem, ugye? Hát azért a nőnél egy egyes színesebb volt a bőr, hát, nem? Hát pontosan, te ha feleségül veszed a nődet, aki most otthon van látsz. Aki most otthon van látsz, igen, de sietek haza kicsim is nálam a kulcs. Vállalod, hogy pénzügyileg felelősséget válasz. Ennyi. Te. Ennyi ő volna. Viszont cserébe főz neked, szalagol a hajába. Nem meg én? Ennyi. Igen, de tulajdonképpen belehelyezkedsz egy sétáló bankiadó automat a szerepkörbe. Kicsim, megjött az ATM. Hát itt vagyok. És igazából a PIN kód sem négy számjegy, hanem a PIN kód az, hogy megvan-e a sajtos krumpli, ami frissen gőzölög az asztalon, megvan-e a fehér szalag, mit tudom, és akkor ez így működik. Ez egy szövetség, Tibi. Ha megcsináltatok a kedvet hozzá, az biztos, hogy nagy kedvet csináltatok hozzá. A nőknél meg sokkal egyszerűbb a helyzet, hogyha mondjuk így az 50-es évekre gondolunk, akkor, és nekem volt egy-két nagyon kedves családtagom, hölgy családtag, aki, hogy egy picit ingerültebb volt, akkor ezt a dolgot, a női kötelezettségeket úgy fejeztek ki, hogy kész, csak meleg máli. Ők ezt mondták akkor, amikor már tele volt a pócipőjük azzal, hogy mennyi mindent követel tőlük a férje, és mennyire keveset ad. Mik azok egyébként, amit te otthon élen jársz, Jani? Tehát, hogy te hazaérkezel, megjött a ház ura, és akkor tehát nyilván az, hogy te miket vársz el, az világos, de, és te otthon miket, tehát mik azok a dolgok, amiben te jársz élen? Hát én takarékosság. De nem, hogy, tehát, hogy házi munkából te bármiből, persze, tehát mész, persze. Fát vágsz, fát vágok, hogy más fájok, téglát vetek, ilyesmi, hát nálunk ez meg. Hát most kicsit rácsúsztam az 50-es évekre, ne haragudjatok, hogy most a cikk onnan van, és onnan van a szókincsem is. De hogy valami belemiket ott, tehát ilyen házi tündér, például, mint Teferi, aki... Tehát, most van, ő is főz, ő meg ráadásul... De nem mondd, hogy te jó főz. Jó, hát, szerintem, olyan szerintánja van, mint ide Lacháza. Én meg a tofuba is verhetetlen. Tényleg. Hogy ő például megy a család után, aki fel úgy hagyja a villanyt égve, akkor Jani megy, puf, már le is kapcsolódik. De az azért meg kényszeres. Nem kényszeres, vigyáz a környék. És romantikus is tud lenni, mert hát egy ilyen romantikus félhomályt alakít ki mindig maga körül. De akkor nem az, hogy mi rontjuk el a nőket, mert én is egyiket egy áldott jó lélek vagyok, én is főzök. Mélyen legbelül? Én is főzök, a tenyeremen hordozom
a zoknimat szétdobálom, akkor várj, na találtam egy hibát. Szétdobáljátok, tehát Tibi, ha lenne még időnk, akkor ezer olyan hibát tudnánk mondani veled. Ebbe álljátok mellém, szétdobáljátok az okritgatját? Nem, ebbe tesszük. Ja, a szennyes tartóba szétdobálom. Az a baj, túl jók vagytok ti erre a világra. Hát most mit csináljuk? Hát. Félve kérdezem. Nem mindenkinek lett szerencsés a párja. Félve kérdezem, hogy a magyar futball megmentéséért, a böki a csőrömben való rávilágítására, a problémára, és ezért a fantasztikus hiánypótló témára járhat egy nagy taps és sikoly. Újabb luft. Járhat. Köszönjük szépen. Egy hét múlva újra ugyanitt veled. Én köszönöm. Mi meg jövünk vissza a hírekig. Vagy mi ez? De nem, mert csak reklám lesz. Ne jövünk hamarosan, az a lényeg. Mindegy, hajrá. Pontosan 3:40 van, M5 Ócsai csomópontnál a hídon mérnek. A gyanútlan közlekedőkre ez veszélyes. Fabandita küldte nekünk ezt az SMS-t. Köszi. A fiúmeim most csattant 3 autó a nyugdíjfolyósító előtt. Zé. Hát aki tudja, hogy hol a nyugdíjfolyósító, annak ez információ. Én például nem tudom. De nem is baj ez. 6 perc múlva lesz 10 óra, most jön az a nagyon rövid rész, amikor Zoli megköszönheted, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, a türelmet a kedves hallgatókhoz. Mi köszönjük, és nagyon jó volt minden pillanat itt, hogy itt voltál. Éppen a Kassa Tibivel elemeztünk egy kicsit még itt kávézás közben, hogy nem lazultam le annyira, nem tudom, hogy Nem, de legalább éreztük, hogy mit érezhet a Gábor. Azt lehetett érezni, hogy amikor forma egyeztünk, az nyilván otthoni terep, az nagyon ment, jó, szerintem jó a komoly részben ott, és sajnos a Tibi nagysága az, ami miért egy kicsit ott megbújt. Tehát gyakorlatilag annak a bizonyos szobornak a cipő talpáig nem érek szóra. Igen. De legalább a helyemre kerültem. Laci, ezt nem hallgatom, a tárcsa ez a nap hallgatóját. Légy szíves, szevasz Csabi. Jó reggelt, szevasztok. Szia Csabi. Hello Zoli. Majd mindjárt beszélhetsz a zenékről. Jó? Oké. Csak ezt már megvárjuk. Morning show. Az bizony. Gratulálunk. Küldtél nekünk egy nagyon szellemes SMS-t. Ez a fővárosi állatkert új gerilla marketingje. Kisállat nyalogatót nyitnak a hétvégén. Ezzel jól rögtünk. Nagyon tetszett nekünk, hogy te vagy a nap hallgatója. Elárulod a teljes nevedet? Áron. Jó. Na, C, hát a C-ből Áron. Nem gondoltuk erre így értelennyire. De hát az a becenévből adódik. De Áron, gratulálunk, küldjük az ajándékcsomagot neked. Jó, szevasz. Köszönjük. Ajánlj légy szíves zenét a hallgatóknak. Hát erre a rossz időjárásra azt gondoltam, hogy ez nem szabad, hogy minket eltántorítson, viszont fel kell idéznünk a nyarat, és a nyárnak volt jó néhány nagy slágere. A Treasure és a Wake Me Up. És még egy, a Blurred Lines. A Blurred Lines. Én azt mondtam volna a harmadiknak. Na, látod? De megelőztelek. De minden esetre a következő órában meghallgatok. Én meg a Csoki Vaníliát mondtam. 061-555-5500, ez a telefonszám, itt kérhettek Csabitól. Zoli, még egyszer köszönjük szépen. Én köszönöm. Szevasztok. Holnap pedig jövünk akkor a klasszik hármas felállással, ha Csumi. Mindenki jó lesz addig. Szevasztok. Már alig várjuk. Szevasztok.